Hello, hello, sziasztok, Hátkor vagyok, és ez itt egy kis Metin2 Magyarország, amit a GameForge üzemeltet. Jelenleg tornyozok, azaz valami olyasmit alkotok. Nem lesz sok lány, mert még itthon van a pici. Nem tudom még, hogy mi a terv. Az az igazság. Egyelőre annyi, hogy beszeretném majd dobni a chatre, OBS-be a YouTube chatet, hogy lássam. Ennek a tornának jelenleg nincsen nagy célja. Egyelőre csak annyi, hogy mi is. Hogy ugye a jutalmakat ki tudjam belőle szedni. Úgyhogy kb. Hello, hello! Még gyors bedobom az OBS-be a chatet. Ctrl-V. Elmentjük. Elővarázsoljuk a TikTok chatet. Ezt letesszük tálcára. És elméletileg most már mindent is látok. És mehetek is tovább. Bocsi, hogyha kicsit hangosabb a tévé, csak mondtam, amit mondtam, itthon van még a pici, de ennyi. Hát nem találtam meg a jót, a kutyát nem is érdekli körülbelül. Oké, köszönöm szépen. Ugye most a toronynak az 5. szintjén vagyok, de mondom, most jelenleg nem a jutalomért megyek, hanem konkrétan csak ugye vannak ezek a szint nem a szint helyezést ládáért megyek, hanem vannak ilyen külön jutalmak, hogy mit tudom én, kemény bőrt kap valaki, meg ezeket, és akkor ugye én azokat akarom kiütni. Bár ide lehet, hogy még egyszer be kell jöjjek, mert túl sok potival jöttem, és lehetséges, hogy nem lesz elég helyem neki. Mert ugye vagy a vörös potikat, vagy ezeket eldobálom, de ezeket a prémium, az a tornyos potikat nem lehet eldobni sem. Na igen, akartam mondani, hogy ha vetlenül fejlítok ilyet, ne csináljátok, mint én, hogy belesétáltok a talajsebzésbe. De hát van ilyen is, amikor nem tudsz vele mit kezdeni, már. Mondjuk, hogyha az autót kikapcsolnám, az lehetséges. Szia! Rám van egy olyan, hogy... Nem tudom milyen torony. Én ott vagyok. Ugye ebből a koponyával, ebből a koponyazászlóval lehet bejutni. Tudod, ez az a torony, aminek 50 szintje van. Hivatalosan... Szia, Brody! Tehát hivatalosan rosszul mondom, mert 3 alszintje van egy szintnek. Szóval, hogyha azt nézzük, akkor 150 szintes a torony. De viszont a 40 és 50 közötti rész az már igen szopató, úgyhogy... Itt ezeknek a bossnak is már, ugye két kis boss van már. Az egyiknek igen nagy sebzése tud lenni. Az a sebzés, amit úgy kilő. Nézzek, és kijövök belőle, az mégis nem baj. Remélhetőleg nem hitelle. De úgy látom, megint kaptam. Na, köszönöm szépen a megosztást. Vagy mi volt ez?
Nem, csak annak van beállítva ez a hang. Na vajon mit kapok jelenleg be? Sötétség, tök jó. Aha, csak levette az ellenállásomat a kis gané. 20-szal, úgyhogy most sétálok. Ki gondolta volna? Most már nem sétálok. Szia, Márk! Valaki tudja, hogy lehet FRK, valaki tudja, hogyan lehet gyorsan adni vont. Hát Facebookon meghirdetett, de ennyi. Az a gond, megmondom őszintén FRK, tehát hogy nem igazán ismerik a neved, vagy nem tudom, hogy van-e ilyen izéd, referenciád az eladásra. A másik meg, hogy lá, jó, 22-en csúfoljuk hónap végére. Nem valószínű, hogy hónap végén fog... Oké. Nem valószínű, hogy hónap végén fogják a vont megvásárolni. Mindenki fizetésből él. Spertalis, vagy nem tudom, hogy Spertalis, hogy jól elmondom a neved. Figyelj csak, az a gond, hogy ugye te akkor még akkor játszottál, amikor 99 LV volt a legnagyobb szint. Ez volt 2009-ben, szóval 2009-et nézzük el, tehát 15 év. Úgy jó esetben. 15 év alatt, hogyha nincsen fejlesztés a játékban, akkor megszűnik. Tehát ez az igazság, tudod? Innentől kezdve, hogy vagy frissíti a játékot törtszerú félére, tehát csinál bele valamit, vagy nem csinál semmit, és hagyja, hogy ne legyen a játékban semmi. Amit mondtam az embereknek, nem az old school érzés, a szenvedés hiányzik, hanem a játékos közösség hiányzik. Ezt múltkor megfejtettük. Mert, hogy mondjam neked, a kocsmába, tehát mit tudom én, jársz egy kocsmába, ott van 10 ismerősöd, nem a sör fog hiányozni konkrétan, mikor nem jársz a kocsmába, hanem a baráti közösség. Olvasom tovább, mit szólnál, ha lennének új kasztok a játékban. Figyelj, mint a farkasnál is, kipróbálnám, lehetséges. Bár ugye azok a kasztok lennének hype-olva, tehát egy időben ugye, ahogy a farkas is volt. Ebből kiindulva, ha belegondolsz, lehetséges, hogy elértéktelenedne egyes cucc. Nem tudom. Kivétel, ha alkoholista vagy, mert akkor a pia. Brody, igaz. De mint ahogy az öreg asszonyok a padra ülnek, a férfiak a kocsmába járnak, mert ott szoktak el. Csak azt mondom, hogy akkor... Hát jó, Pélaló. A PLLO jelenleg megint ér valamit. Nézd meg itt az én, hát itt nem tudok Gebét hívni, de 40-es alovam. Mindenkinek megéri megcsinálni, hogyha valaki baj-harázni akar, mert egy kurva jó cucc. De ezt majd kint megmutatom, vagy nézd vissza az előző live-ot, azt mindenkinek merem mondani. Már csaló sincs úgy kimondottan a játékban. Van egy-kettő szerencsétlen nyomorék, akit ugye felesz a fene, és akkor itt vergődik, hogy na, én vagyok itt a valaki. De ettől, hogy mondjam, ezt elengedve, mindenhol is van, a kodban is van csaló, el kell fogadni, viselni.
És most nézzük azt, hogy ez egy, hát úgy mondom, hogy 2004-ben megírt játék, a kod az meg, a Warzone az meg folyamatosan csinálják. Mekkora érték volt a VAR, mint a nekünk. Most is érték a VAR. Nem a varló, tehát, de egyébként most is nagyon jó a varló. Nekem is van, nagyon szeretem használni, pont épp azért, mert az a low skill, hogy ki tudj törni a mobokból, az még mai napig kurva hasznos cucc. Oké, egyedül meg tud csinálni a low küldit, most már nem hiszem, hogy nagy segítség kell, de... De igen. Most figyelj, most megint csak ugye az a baj, nem baj szerencsére, a team megoldotta azt, hogy kelljen közösen együtt játszani. Például Serpentrun. Viszont igen, ezt olvastam. Bocsánat, hogyha kicsit lassabban olvasom a csetet, csak így, ha itt meghalok, akkor kikerülök vissza a legelejére. Úgyhogy nem szeretnék elpusztulni, ez az igazság. Értem, azt úgy, hogy... Na, akkor ma tényleg az új kodot kipróbáltad, Brody? Hát nekem egy nagy csalódás lett az a játék. Ez az igazság. És nem azért, mert hogy, bocsánat, nem maradtam, milyen alkik vettem sok vomból. Nem alkit vettem, egy szerpentőrt vettem. Ú, megjött a boss, látjátok, ez már sebez. Egy szerpentőrt 11-et vettem. Na ez fog összecsukni, tuti, 90%. Aha, tudom is, hogy miért. Tehát ugye ismerőstömtől 1300 vonba megvettem a szerpentőrét, amit mondta, hogy ha én nekem nem kell, akkor ilyen 1500 vonba fogja eladni a piacon. Ugye arra gyűjtöttem össze, azt sikerült megvásároljam. Doomnak jobb grafikája van. Figyelj csak, még gyerekcipőben jár a kod, az az igazság, ez biztos, hogy felfognaják tolni. Viszont persze jobb lesz, persze, tehát lesz játékélmény, most ugye mindenki még kipróbálja, vissza-vissza fog téregetni, és a többi. Na, tüzes. De már 7. szinten vagyok. Csak dobunk fel egy tüzes talizmánt. Szia, máshol is nyomod a live-ot közben. Igen, máshol is nyomom a live-ot, ugye köszönöm a követést. Hivatalosan YouTube, Twitch-en és TikTokon vagyok jelenleg elérhető. Valamikor egy kicsit megakad a játék, ez nem a veletek, nálatok van a probléma. Internet szolgáltatót szeretnék váltani, de a rohadt digi beint nekem. Köszönöm szépen a követést és a kedvelést. Miszerint, tehát úgy int be a digi, hogy az állami cég, csak hogy tudjátok. A Telekom kiépítette itt nálam a rendszert, tehát, de konkrétan nincs átadás, és amíg nem adják át a hálózatot, addig nem tudok bérelni. Úgyhogy a magyar állam azt közli, hogy hát bazd meg. Csak hogyha most a fogyasztóvédelemnél, vagy minél feljelenti, tehát a Telekom, tehát nem sportszerűséggel, vagy minek nevezik, akkor igencsak megfaszulhat. Figyelj csak, megmondom őszintén, ennél a netnél szerintem a Telekom sokkal jobb lehet, megmondom őszintén. Én egy 2000x1000-es netet néztem, nem tudom, hogy mennyibe lehet. Főleg, hogy lesz is, nem is mondjad már, ismerős, mert a Telekomnál dolgozik, lesz hozzá, minek nevezik. Kedvezményem is, Telekomos is nagyon van a magyar állam. Igen? De akkor miért nem kapja meg a izét? A támogatást. Szia, máshol is én ezt olvastam. Na nézzük. Na ez talán jó lett. Ja nem, az nem lett jó. Na hello, itt kényelmesebb, mint TikTokon. Oké, gondolom.
Mondjuk, hogyha valaki érez rá lehetőséget, mondom, a TikTokot, ja, vagyok a Twitch-et, lehet, hogy nem annyira ismerik. Ha lehet, akkor ott is nézzetek, mert szeretnék partner lenni ott is, és ugye ahhoz valami 70 átlagos néző kellene, amit ugye elég nehéz elérni. De hogyha erre tudunk megoldást találni, én azt megköszönném. Hát valami olyasmi, Martin. Figyelj már, Martin, amit akartam kérdezni tőled, ha már itt vagy. Az elementori forgatás, tudod, az 1000 pontos okosság, az mennyibe szokott menni? Ilyen 5-60 körül gondolom, de lehet, hogy már olcsóbb, csak hogy mennyi az annyi. Úgy gondoltam én is, hogy 5 körül. És mi a tetves csótány van ebben, hogy nem váltja át az oszlopot? Akkor még talán az az oszlop, ami ott. Nem tudom, meddig lesz live közben. Tudom, hogy most kezdődött, de ez gyerekfüggő nálam most. Nincs több helyem. Ez se jó. Ez se jó. Az jó. Kimentem polira, ugyebár, és már fogynak a hely. Jaj, izéd, de te nem véglegesen mentél ki, vagy igen? Egyébként miért a főkarival mentél ki? Vagy nem a főkarival mentél ki? Na most melyikre húztam rá, vagy melyikre nem? Igen, ez a szeróváltás és okosság is nem biztos, hogy mindig megéri. És azt hiszem, bossos szintre érkeztünk, így van. Ahol megint lesz talajsebzés. Meg is jött a talajsebó. Hát jó, oké, hogy belefektetsz 64 van, de oda-vissza út, de a 4 leátár HF-et el tudod adni, akkor viszont többen jössz ki. Tehát mi ugye, amikor voltunk Tarán, akkor ugye, amit mondtam is neked, hogy mi Alkit is vittünk át, egy ragyogó rubint, azt hiszem, amit itt magyarban nem tudtunk eladni, ott szerintem 15 percet nem volt kint a boltba, elvitték. Úgyhogy, hát meg ugye vittünk, azt hiszem, kulcsot ki még. Amúgy Szabó, köszönöm a követésünket, hogy nem köszöntem volna még meg. Ezek még könnyű szintek, az az igazság. A 30-40-es szint, ami szivatós, viszont itt eshet áhítat, egy normális áhítat. Meg hogyha toronyhelyezést ládát nyittok,
akkor ilyen fogó pluszba lehet szerencsétek, mint ami nekem is, hogy nyitottam, itt van a sárkányfogó plusz. Nem trédelhető, de egy kiváló rubint, például mítikus rubint le tudtok vele úgy venni, hogy nem töri be. Nekem ragyogó van fent, én valószínű, hogy arra azért rá fogom dobni. Persze, egyértelmű. Menjek innen, úgy. Kiló Rubinból gondoltam, te is AK-t támadó defeset fogsz venni, nem? AK-t támadó AK-veszteset fogok venni, hogyha ha lesz kiváló Rubinra a keretem. Joharára azt mondják, az AK-vesztes jobb, nekem is AK-vesztes Rubinom van jelenleg. Amíg abból a skill alatt álltok, ellövi az űrbe, addig ájjaj, gondoltam, hogy megszívom. Dupla AK támadó. Így van, Brody, egyébként. Én is arra gyűjtök matra, mert én még azért új játékos vagyok. Brody, őszintén az, hogy új vagy nem vagy új. Én megmondom őszintén, legendás Rubint raktam fel egy időben, utána azt törtem le. Mire törtem le? Mítikus matra. Majd egyszer kimentem Tarára, volt 500 vonba egy kiváló, nem kiváló, ragyogó AK, dupla AK-s támadós cucc, és azt vettem meg. De ez most jeges. Várjál, kis szinten. A def az nagyon jó. Joharára az, ami nem jó. Tehát a def. De mint mondtad, hogy te még, hogy kezdőjátékos vagy, Joharában még nem igazán kell gondolkoz, akkor meg totál jó a defes Rubin is. A mítikus matot úgyis előbb-utóbb le fogod törni. Ez az igazság. Én is letörtem. Köszönöm a követést. Most milyen negatív hatást kaptam? Max TP 2000. Akkor nem is negatív, hanem pozitívot kaptam, még nem is rossz. Na majd mindjárt megnézzük, hogy... Aha! Gyerekek, védekezés mínusz 100, rohadjál! De hát az... nem lényeg, hogy lejár, hát most ha lejár, lejár. De köszönöm szépen, hogy szóltál. Fogyóeszköz. Lassan az azzal is le fog járni, még ez is 6 nap. Viszont ma letoltam életem első szóló melejét is. Úgyhogy büszke vagyok magamra. 10 kariva. Úgyhogy valamikor belefekszek, és akkor húzok még 6 darab karaktert 90-re. De kimondottan élveztem a dolgot. Hát az elég rossz info szerintem, hogy ugyanolyan jó, ezt azért nehezen hiszem el. Állítólag kisebb szinten nem igazán van különbség a kettő között. Nekünk duo melej ment le, na az grat, az se rossz egyébként. Mennyi idő volt összerakni ezt a karit? Hát olyan 560 nap van a karakteremben. Tehát én elég sokat játszottam a Numelóhelyről, tehát ugye én 2009-ben kezdtem az első között Pegazuson, tehát ha ezt mind össze beleszámoljuk, meg mondjuk ki is hagytam nem tudom mennyit a játékból,
egy olyan 6-7 évet biztos. De az tény, hogy akinek nincs elég ideje, az ne is kezdjen bele, mert én senkitnek nem mondom, hogy kölcsön a játékra. Jó, havi 10.000 forintot én is bele tolok, ez tény. De őszintén, nem iszok, nem cigizek. Úgyhogy... Olvasom ki, pillanat, csak... De például mele, stb. Stb. Def nem jó, inkább AK-vesztés, azt... Értem. Hát jó, csak érted, a németek le tudták tesztelni. Ez a gázbaznak, hogy magyaron. Én azért nem fogok letörni egy Rubint, hogy tudjak tesztelgetni, meg visszarakni, meg letörni, tehát... Jó, még nekem is kell 3 alki, ugye arra gyűjtögetek most. Hát, ha sikerül. Megmondom őszintén egyébként, hogy ez a rune, vagy minek nevezik, hamarabb akartam csinálni. Csak ugye délutáni gyerekaltatásnál, hát én is becsicsikáltam a gyerekkel, úgyhogy... Milyen negatív hatás van? Varázssebesség? Hát a szerencsére nem kell. Gyere már! Imádom ezt a 9. skillt. Ide se ér a mob, de azért már hullik körülbelül a fele. De jó, köszi. Én is imádom. Megmondom őszintén, hogy én még 9. szinten sose jártam, mert sose jöttem ideig fel. De eddig jól megy. Mondjuk én összevonás előtt hagytam abba a GF-et, és azóta nagyon sokat változott. Megmondom őszintén, nem olyan rossz az, hogyha változik valami. Most nem jövök a szar hasonlatommal, pedig erre is lett, de egy. De, na, érted? Nem, szerintem jó lett neki. Mindennek jót tesz. Tehát most a változás az mindig jó. Persze, mint mindenkinek. Ugye mindenki azt mondja, hogy ugye azért másabb a játék, mert ugye ő keresi még mindig a régi barátokat, a sattökem tudja mit, és ugye próbál hasonlítani, hogy akkor mi, mert jobb volt. Persze, akkor kicsit rugalmasabbak voltak a játékosok, barátságosabbak, segítőkészebbek. Ez az én szerény véleményem. Lehet, hogy fasságot mondok. Most ugye mindenki, most azt mondom, solo runtól, vagy bármi olyat. Tehát régen, most vegyük egy DT runt, kellett a hat ember, hello, kellett a hat ember, hogy fel tudjanak menni. Most azért
Én elképedve láttam, amikor visszatértem, hogy 56-os Vari letolta izét, a DT-t. Mi újság, Jani? Hello, hello, Jani. Na, bocsi, le voltál némítva. Mi újság? Hát én meg fent vagyok toronyba. És tudjász. 9. emeleten vagyok. Nem szélülsz? Nem vagyok tériszonyos. Én 2 hét után 45-ös szinten felmentem Kovácsig. Igen, az nem rossz. De Martin, oké, hogy egy csoportos a Serpentrún, de viszont most mondok egy példát. Nem is jársz a csoportos Serpentrúnnal rosszul, mert tegyük fel, senki nem akar kesztyűt húzni, de te bátor vagy és rámered dobni a kesztyűdet, és kimegy tegyük fel 8-ra, akkor mennyit is spóroltál? Ott van a Lady-nek, én kihúztam a Serpent kesztyűjét izére. Plusz 8-ra. Jó, nem kellett senkinek odaadjam szerencsére, de hogyha visszatöri, akkor is vannak rá olyan emberek, akikkel meg tudsz bízni, és segítik egymást. Azért most egy plusz 8-as kesztyű nem egy olcsó produkció. Minek vettem föl, és el sem tudom dobni 90%, mondtam. Istenem. Közben most élek. Mindjárt olvasom csak. Jani, figyelj már! Te tornyot nem akarod torni egy kicsit a tornyot? Pedig nem ártana. Főleg, hogy van nazarod. Jani, de van, és elmondom, hogy miért. Mennyi bőrkeményítőd van? Nem bőrkeményítő, rosszul fogalmaztam, a kemény... Igen. Igen. És mi kell a kesztyűhöz? Igen, és mennyi? Aha, lófaszt 25. 25 kell. 25 kell. És mindent elmondtam ebben az okossággal szerintem. És ezt a pont dobja? Hát figyelj, Gnolbariban nem hiszem, hogy bemész. Gnolbari az a részés, a 300 magos. Így van. Beszoktam. Én is beszoktam, de érted? Tehát viszont itt vissza tudod forgatni a belépődet. Amit ott kifarmolsz. Mert ott esik 300 mob alatt 2 darab, jó esetben. Itt meg azért jön. Ezen a szinten, hogyha megöltem a boss-t, egy 2 perc pillet fogok állni. Kicsim! Oda szeretnél ülni? Én is így gondoltam. Na, megjött a boss. És elfeküdt a boss. Na, túlélem vagy? Na, itt van, de látjátok, gyerekek, mondtam, hogy pira fogok menni. Na, egy kis pira.
De itt vagyok. Na hát ez ennyi. Most csak megnézem a postaládát, hogy mennyit nyertem ebből a keringővel. Majd vannak a jutalmak. Aha. Hát azért itt... Itt azért akadnak jutalmak már. Nem csak megnéztem, hogy mennyi az annyi, de megyek is vissza még egy körre. Szerintem 10-ig ma megcsinálom. Tehát itt van, látjátok a jutalmat. Eddig kaptam egy koponyazászút, ugye az már visszajött. Kaptam egy kis áhítatot, meg kesztyűtervet. 30-as idős pirát, 2 kesztyűtervet. Hát az a metinkő hívó, az nagyon kurvára nem kell. Én emlékszek szorul, hogy de kellett volna, hogy adjon izét. De várjál csak. Nem is izé, nagy feküdtem rá nagyon a helyezésre, viszont egyes szinten harmadik hely vagyok. Az ért szívó, de lófasz nem ér egyébként. 8. Valahol a 3., 4., 2., 5. szinten 2. vagyok. De itt már 2 kemény bőrt kaptam, meg egy akarattopászt. Mindjárt meg elolvasom. Na, 9. szinten, Jani, kapsz pontosságot. Hát őszintén, meg nem igazán fér bele, mert én innen nem akarok kimenni bariból, de mindjárt megoldjuk. Na, Istenem. Egy másodperc pillanatot kérek. Csak meg kell nézzek egy karit. Azaz, az egy... Egy pár karit, jó? Addig itt félreállok. Bemondom őszintén, hogy... Na mindegy. De biztos nem hárdal fogom tudni megcsinálni, mert azon nincsen annyi pont. Ezt meg is mutatom, hogy 430 pontocskám van, az kurva karcsú. A kicskarikat fogom megnézni, de... Na. De akkor légy szíves, gyere CH1 Imhamapra, jó? Most? Nem te, a Umek. Csak a... Akartam kérni tőled némi Youngot, de így Lady-vel megoldom, mert akkor azon van Young. Tehát ugye Element Optot akarok majd átforgatni itt egy srácnak, csak nincs annyi kredit. Oké. Ha
Jó van, itt vagyok. Jó, és akkor írd már meg, hogy akkor villámot szeretnél bele, ugye? Igen, igen, én vagyok a hontaró, hogyha nézed. Oké. Akkor gondolod, fogadd el, és akkor villám. Oké, oké. Már meg kell vegyem itt a boltból a 1000 kredites tököm, tudja mi ez? Átalakulás tekercsét, ugye, ha minden igaz. De jobb klikkezem, megvettem, ráhúzom, és itt kiírja, hogy villám. És tadám, méregkard villámmal rendelkezik. Tessék parancsolni. És köszönöm szépen a bizalmat. Közben visszaugrok. Mi az? Erre a csodára is. Köszönöm szépen a rózsát. És akkor közben elkezdem olvasni a csetet, hát ha valamit nem láttam. És akkor menjünk azt, akkor megnézzük mi azt a tornyot megint, csak kiviszem itt a karit. Csak ezt a pár vont odaadom itt a kisasszonynak. Na és akkor nézzük meg itt a bejáratot. Torony. Tehát ide. És ledob, hát hihetetlen. FRK, láttam, hogy Szabó Krisztián is vett tőled 195 vont, csak ő sokkal kevesebbe veszi meg tőled, mint hogyha rendes árba adtad volna el. Azt nem tudom, hogy tudod-e. Remélhetőleg villany lesz. Így van. Mondjuk nem leszek már sokáig, mert nem sokáig itt van Héron is, és menjünk Hydrára. Szerintem. Na hát arról mondjuk nem lesz live, csak most jutott eszembe, hogy lesz egy ilyen projektünk is. Nem, azt nem tudom szólózni.
Hát nem mondom, hogy kényelmesen lemegy, de végre jutottunk odáig, hogy azért tudjuk farmolni. Hát ő számolt ki, hogy egy játékosnak olyan 23 ezer sebzésnek kéne, hogy legyen egy ninjának, úgy durván. Ha jól tudom. De lehet, hogy többnek. Na 25k-t mondsad. Na látod, azért mondom, hogy... Igen, mondjuk ezek a runok nem szóra vannak kitalálva. Ami nem is gond őszintén, csak a... Hogy is mondjam? A legfőbb probléma inkább avval az, hogy 0 és 5 ládát kaphatsz maxarumból. Szijavar, megmondom őszintén, jó pénzt elementális optrakásból lehet csinálni például, de az nagyon időigényes, alkimizásból, bányászatból, horgászatból. Ha elmész metint ütni és a jobb értékű cuccokat eladod, tehát a könyvekre gondolok, szellemkövekre. Mióta játszol GF-en, te, papa, őszintén 2009-ben kezdtem, abba hagytam, majd 2018-ban tértem vissza. Ismerem a Lacit, igen, Assassin-t. Oda verted Lacit, mármint hogy. Tehát ő nagyon régóta nem játszik, tehát ő... Én azt nem tudom, hogy leütötte e szólóba a hidrát vagy nem. Sem cáfolni, sem megerősíteni, ilyeneket én nem tudok. Köszönöm a követést. És valaki írt nekem, csak... Szóval tököst lecsó, mi? Mármint kit kéne, hogy törölni téged, vagy lovag vagy, most ezt nem értem. Tényleg sokáig használtad? Na, figyelj csak, egy pántja volt nálam, még egy KKDF-es vértje, ami bent volt a raktárba. Ez sokáig volt használva, szerintem. Egyszer nálam volt a... Tehát lovag, hogyha engem akarsz annyira törölni, nem kötelező engem nézni. Tehát most ez... Ide jössz, gondolom, jampiskodni, hogy be tudsz nekem szólni, vagy ha poénnak szánod, én ezt nem tudom hova pakolni.
Na mondjuk én ezeket a törlőkódos okosságokat, jaj, én nem veszem magamra, csak nem tudom hova pakolni, hogy ugye most is a napokban megkaptam, hogy én egy dagadt biztonsági őr vagyok, mert nem vagyok hajlandó segíteni másoknak. Tehát én értem, hogy nem osztogatom szét a cuccomat, tehát ez kitenni. De a live-ok sose erről szóltak, hogy meg fog ölni. És nézd meg, kétszer sebb ez az a szar, hát nem hiszem el. Ja, nem így, tehát nem foglalkozok. Istenem. Ez a szint, ez nem az én szintem, de menjünk még egyszer neki, és akkor meglátjuk. Legalább elfogy az a ipari mennyiségű poti, ami van. Nem akarom nagyon pakolászni. Az az igazság. Hát persze. Amíg vannak így, ideig valamit jól csinálsz, vagy szarul, de... De ebben sosincs probléma. Csak ugye mondom, megkaptam, hogy ja, meg ugye azért dagadozott le engem, bár nem vagyok dagadt, a 180 centimhez őszintén az a 85-90 kiló nem, hogy dagadt, de még kurva kevés is körülbelül. Oké. De mindegy, de nem is ez a lényeg ebben, hanem az azért, mert hogy én állítólag hackkeltem. Gyerekek, sose hackkeltem. És nem is most fogom elkezdeni, megvetem azt, aki csal. De nyugtass meg, hogy a varis hardcore vagy. Milyen varis? Mire gondolsz? Nem, nekem nincs harcosom, ha arra gondolsz. Én az eredeti hardcore vagyok. Ha erre gondolsz egyébként. Azaz, ugye én Pegasuson regisztráltam ebben a névvel. Hogyha volt azóta esetleg egy harcos vagy valami, ehhez hasonló névvel, az nem én vagyok. Akkor papa, te tudod a legjobban megmondani, hogy a 180 cm, 85 kg, az sehol nem dagadt. A magasság elviszi a súlyt. Vagy hogy szokták ezt mondani. Tehát úgy igen. Kinyílt az ajtó, tök jó. De az nem én vagyok a harcos szirizős az. Na, ez a csodamap. Na, itt instant össze fognak baszni. De Brody, ha most 175 kilósan 105, vagy igen, 175 centiméteresen 105 kiló vagy, senkinek semmi köze hozzá. Az az igazság, hogy most ha 15 kiló vagy, akkor annyi. Ez genetika, tehát ezek tények, mindenki tudja, mert én csak olyan játszik, akinek tud. Mi? Ezek tények. Mindenki tudja, mert én csak olyan játszik, aki nem tud felállni a székből, meg ronda, púpos, szemüveges, stb. Hallod, lovag? Te most ne haragudjál, de nem játszottál telefonon se, nem játszottál Xboxon, konzolon, vagy esetleg totál semmilyen más játékkal. Légy szíves, vetítsél már még. Ja, hogy várjál, akkor tovább megyek. Akkor a koddal csak az Adoniszok, meg a hercegnők játszanak. Értem! Tehát mindjárt kiderül, hogy púpos, geci, dagadt Adonis vagyok, akire izgul a lovag. De... Tehát, de érted? Így van, írja is. De érted, mit akarok ebben mondani? Ez megint csak egy általánosítás, amivel nem tudom, tehát... Ez kell baj, amikor azt mondják, hogy a szőkék hülyék. Van egy pár szőke, aki hülye, tény, de az a baj, hogy feketében is van olyan, aki hülye, sajnos. De...
De most miért gond, hogyha valaki szemüveges? Őszintén az lehet betegségből származó rosszullátás, például igen, a cukorbetegség. Tegyük fel, valaki dagadt, hormon probléma. Az a baj, hogy lovag, te hány éves is vagy? 12? Az a baj, hogy otthon anyuci meg apuci nem beszélgetett el ilyen tényekről feléd. Hogy miért is mondasz ilyeneket, és most nem akarlak bántani, ne értsd félre, de hallottál már olyat, hogy esetleg azért hízott meg valaki, mert a gyógyszer hormonjaitól meghízott? Hát, mint a... milyen mirigy az? Tehát a pajzsmirigy. Pajzsmirigy is okozhat elhízást, ugye. És még 16 millió egy betegségről beszélgethetünk, ami sajnos nem gyógyítható, és hogyha gyógyítják is, tegyük fel gyógyszerekkel. Köszi Brody egyébként, ő is írt, hogy pajzsmirigy. Oké, figyelj csak! Vagy azért dagadt, mert zabál, mint egy disznó. Akkor elmondom neked, itt vannak Janiék, elmondják, hogy zabálok, mint egy disznó, és bazd meg, bocsi, hogy azt mondom, de nem vagyok dagadt. Tehát annyi chipset, meg annyi ízét, fasságot megeszek itt a, tehát mondjad már, játék közben, hogy múltkor Csabi is megkérdezte, hogy te már megint eszel? Eszek, bazd meg. Tehát közben olvasom a live-ot, csak de Jani, beteg voltál, tehát ez most olyan, hogy az a baj, hogy valaki azért minősít valakit, mert kb. Halvány lőfingja nincs a betegségekről, meg az életről. 12 évesen nem is lesz. Így elolvasom, kivár rám DC-n, nem tudom, kivár rád DC-n, őszintén nem is érdekel. Azt a skillt szerencsére most kikerültük, és most meg is öljük ezt a csodát. Vagy ő meg engem, mert lebassza az izét. Nem halok meg azért se. Nem azon a szinten. Ha kalória töbletre vagy hízol, ha nem vagy kalória tablet. Ez semmi volt. Ki az a kék betűs? Én nem látom, hogy milyen színű betűk, vagy... Jaj, Brody írja, tehát ő izén... Közben elolvasom Brodyt is, bejöttem én is toronyba, meghoztad a kedven hozzá. Hát József, hogyha meghoztam a kedvedet, örülök neki. Szia, mit szólsz az új patchhez? Szerinted is megölték a kis szintű kezdőjátékosokat? Szerintem nem. Szia, mit szólsz az új... Igen, azt olvastam. Szerintem nem ölték maga kicsiket, sőt. Itt van most például a vadász küldetés. Én szívem szerint, hogyha lehetne reszetelni, jelenleg offolnám az egészet, és kezdeném kettő elvéről. Tehát ez a véleményem erről például, hogy ez egy nagyon jó cucc. Aki tudja, azt csinálja. Én is elkezdtem, itt vagyok, hogy nézzük, hogy vadász küldetés, 96-osnál járok. Valami fehér tábornokot kéne még megöljek, de hát majd előbb-utóbb meg lesz. Lehet, hogy hónap melóhelyről neki feszülök, majd lesz vele valami. Miatt félkezt nem kéne személyeskedni, 40 plusz vagyok. Oké, csak akkor miért mérsz ilyet, hogy dagadt vagyok, vagy akármi? Vagy lehet, hogy én vettem csak magamra, ne, tehát lovag... Tehát már, figyelj, én most a vélemény... És most figyelj, lovag, én most megmondom őszintén, nem személyeskedés volt a lényeg. Én, hogy mondjam neked, lehet, hogy én értettem félre, én elmondtam, hogy miért is lehet valaki esetleg dagadt, szemüveges, és tegyük fel pupos, stb. Ácsi, nem is, én írtam, te veszed. Oké, én veszem magamra. De ez mi a szar, ez 10-es szinten már kétféle elementes dög jön? Csak a novak. Te írtad, hogy ezek tények, kicsim, látom, nézzed, jó? Te írtad, hogy ezek tények, mindenki tudja, hogy csak olyan játszik, akinek tud
akinek nem tud felállni a székből, meg ronda, púpos szemüveg, stb. XD. Tehát ezt nem én írtam. Ilyet alapból nem írok ki, mert általában az emberek félreértik, és jön belőle a konfliktus. Na ez a kurva szarmap, gyerekek. Ez... Ha beleütök a metinbe, akkor az összes mob rám jön. Ha nem ütök bele, akkor meg nem lesz elég az időm. De... Istenem. Kicsim, megbeszéltük délelőtt? Látom, ügyes vagy. Én is 40 pluszos vagyok, de az a baj, hogy én is szoktam anyázni, trágárkodni, akármit csinálni, de próbálok arra figyelni, hogy egy beteget ne bántsak meg, mert az a baj, hogy én is lehetek még kurva beteg, és hogyha akkor azt mondanák, hogy vagy a kislányom, vagy akármi, és ha őt bántanák, hogy daganatos szar, stb. Jelzővel, lehet, hogy megforgatnám benne a bököt. Így remélem azért úgy érthető a dolog. Hát te is megkaptad, nem? Meg persze megkaptam, de én nem veszem magamra. Tehát én ezt megtanultam kezelni. Tehát őszintén, hogyha ezt, hát nem mondhatom magamnak, hogy streamer vagyok, de egy videós, hogyha az ilyen dolgokat magára veszi, akkor az hagyja abba a videózást. De hát neked ott van, nincs feleségem, sose volt. Jó, de értem, hogy te mit mondasz, Szabolcs egyébként. És igen, tehát én nem akarok senkinek megfelelni, mert minek? Tehát mondjuk én melóhelyen sem akarok senkinek megfelelni, én megmondtam a többieknek is, hogy srácok, én azért jövök be, hogy dolgozok, nem azért, hogy itt bratyizzak akárkivel. Nem bratizok, én megmondtam, engem nem kötelező szeretni, tehát se kutyáim, se macskáim nem vagytok, bejövök, ledolok egy munkanapot, az megyek két napra. Két napig el vagytok feletve. Igen, ez a torony. De most vagyok elsőnek 10. szinten, úgyhogy nekem ez új, hogy kétféle element jön. Akkor a 40-es szinten meg ilyen mindenféle, nem is kettő, hanem 5-6 féle jön? Az összes is. Persze. Ezt lehet, hogy izétől Szabostól kérdeném most, hogy is van ez már. Mert én még sose jártam így a toronynak ezeken a szintjein. Figyelj csak, lovag, ma írtad, hogy a Meti nem a Plaza Cicák játéka. Én ismertem két olyan hölgyet is itt a játékban, hogy bot nélkül is megmerném őket piszkálni. Csak hogy így érted, remélem, hogy mire célzok. Úgyhogy, de... De ez is olyan, ez már a harmadik fél element, de tök jó. De ez is kb. Olyan, összejössz egy csinos szőkenővel, most vegyük a szőkéket, és egy betegség miatt meghízik, pattanásos lesz, akkor el fogod hagyni? Ugye remélem érted a kérdést csak. Vagy azt mondod, hogy bassza Isten, jóban, rosszban, ásokap a nagyharang, mint ahogy azt mondták. Sose voltam 20 felett, mert jött a ban. De ez 10. szint, baszki. Az első szinten is lehet kétfajta element egy szinten. De sose hallottam erről. De ez a lovag gyerek ilyen tökéletes. Brody, én nem tudom, hogy tökéletes, nem ismerem. Nem is fogom kitiltani, mert megmondom őszintén, hogy legalább van kommunikáció, szóval nem az, hogy bele tudok állni, ne értsétek félre, hanem van valami... Tudunk miről beszélgetni. Az ő nézete az én nézetemmel szemben, bár az én nézetem nem mindig tökéletes, sőt, de nagyban nem az. Jöjjön fel ide DC hozzánk. Mármint Brody, hova? Mert te fent vagy az én DC-ben, vagy a tiéden, vagy ezt a részét nem értjük.
Hallod, ez már a, nem tudom, hanyadik element. Külön DC, oké. Okay. Persze. De ebben nincs is probléma egyébként, tehát... Persze, de ebben sosincs baj egyébként, hogy van saját nézete, saját akármilyen. Akkor bossz, aki... Bírdalom ellen... Birodalom beli ez a Brody. Lovag, én nem tudom, te milyen birodalmas vagy, de mivel, hogy ugye nekem azt mutatja, vagy neked, hogy kéken ír, ugye az maga a Twitch rendszere, amivel mondjuk te azt látod, hogy kéken ír, de amúgy ez nekem az lila. Stílus nem mindegy, lehet véleménye, ha normálisan el tudja mondani. Nem, derogálom. De van meg másokat megbántva szándékosan. Figyelj csak, de még... Igen, ott már mindenféle van. Ja, jó. Figyelj, de én is van, mikor trágárkodok, van, mikor kicsit nyersebb vagyok a kelleténél. Ebben nincsen megint probléma, tehát az én stílusomat is el kell néha embernek, tehát minden embernek viselni, aki feljön tegyük fel Discordra beszélgetni, de előbb-utóbb megismernek, hogy én ilyen vagyok, elég nagy a pofám, tehát nem úgy, hogy úgy gyere ide megverlek, hanem úgy, hogyha mit tudom én, feljössz és valami nem tetszik, én azt így instant a szemedbe fogom mondani, mert nem tetszik. Miért vagyok geci? Mondd el. Miért vagyok geci? Nem, én nem osztok, tehát elmondom a véleményet, az tetszik, tetszik, ha nem tetszik, akkor nem kell feljönni Discordra, hát ilyen kurva egyszerű, tehát most... Nem geci, csak az igazság fáj. Azt írja Martin, nem geci, csak az igazság fáj. Így, ahogy Martin, egyébként az az igazság, hogy... De igaz egyébként, mert hogyha most elmondod valakinek a véleményed, és igazad van, akkor azt mondja rád az illető, hogy bunkó vagy. Pedig csak az igazságot merted elmondani, csak egy kicsit erősebben fogalmazol, akkor már arról van szó, hogy mekkora egy bunkó, mert megmert... Persze. De figyelj csak, ez kell olyan, mint a jó meg a rossz ember, hogy most azt mondom, hogy Brodynak teszek egy jót, az ő szemében egy Isten király vagyok, addig, amíg el nem baszom és csinálok egy rosszat, de ha a lovagnak csinálok egy rosszat, akkor neki világéletében egy köcsög leszek. Tehát olyan nincs, hogy mindenkinek meg tudjál felelni. Hát meg ugye azt ne felejtsük el, hogy ez tipikusan az, tehát mikor minden nőnek két merevlemezzel szerelik a nőket, egy jó merevlemezzel, tehát ami mit tudom én, egy megabájtos ilyen kis floppy, meg egy 100 millió terabájtos, amire a szar cselekedetét írják, és akárhány jó, így van, és nem törölhető, és tehát akárhány milyen jót cselekszel, annyiszor nem fogsz tudni jót csinálni. Igen. Nem azonnal törlődik, tehát az... Akkor te is látod azt a kabarét, vagy mit? Tehát a régi egyébként tudsz egy... Igen, de remélem értitek, és igaza van valamennyi ilyen, hogy nem tudsz mindenkinek jót tenni. De nem is akarok, basszátok meg, tehát... Tudjátok, ki számít? Az, aki körbevesz, tehát a család, tehát az összes többi emberek meg akarsz felállni, ne akarj. Tehát csak azt nézd meg, hogy bedobsz egy tóba egy kavicsot, és mellette hány millió egy kavics van már bedobva. Nem lehet. Ez így van, ezt aláírom, egy benyomásból sokan ítélkeznek. Ez így van sajnos, de nem is benyomás, mert hogyha most... valamiért beszólsz a Pennybe, most mondtam valamit, és én ezt lereagáltam vigyorogva is, meg lereagáltam úgy is, hogy megfejellek. Tehát jó, tudom, lehet próbálkozni, tehát csak most egy feltevést akartam mondani.
De érted? Tehát ez a lereagálástól is függ, hogy ki hogy reagálja. Lehet, hogy pont valakinek szarbugyiba kelt fel egész nap, vagy szarnapja volt, mert megdöglött a cicája, elhunyt az anyukája, vagy nem kapott fizetést, vagy egyik napról a másikra érte. Mi ezeket a problémákat nem tudhatjuk. Lehet, hogy pont a két szerető között a padra ült, vagy a földre, vagy hogy szokták ezt mondani. Remélem, értitek, hogy mit akarok ebben kinyögni, hogy... Vagy csak pont valaki tényleg ballából kelt fel a izéből, és nincs semmi az senkinek semmi kedve. Jani, de miért ne filozofáljak? Tehát pont ez az, hogy kurva jó dolog egyébként. Múltkor mondta ismerősöm, hogy keresek a kastélyba egy meleg követ, ezt üljek ki rá. És kerestem egy padot, szia jó, és kis igaza volt, kurva jó volt kint ücsörögni a napon. Jó, hogy lesebez, na mindegy. Dít, mit hazudtam? Te hol láttad, hogy valaki hazudott, vagy micsoda? Ilyen logikával 40-en az... Jaj, igen, tehát értem. Visszaolvastam a YouTube-on, hogy mi volt. De nem kell itt vitatkozni, de hogyha most elmegyünk, mit tudom én, feljössz... Rosszul fogalmazom. Hogyha, mit tudom én, becsatlakozunk egy live-ba, na az legyen már, hogy tegyük fel egy roma stream-el, vagy egy, most ugye TikTokon volt hogy a fegyébe hívják a kisrácot, akinek ilyen hegek borítják a testét. Hogy azért megyünk fel egy live-ot nézni, Florian, hogy anyázzuk, hogy bazd meg, hogy néz ki, hello. De csóró gyerek, tehát 16 évesen ott van, hogy tököm tudja, milyen te viszketéses bőrbetegségben szenved, és egy szülő odaírja, hogy neked meg kéne, hogy pusztuljon. Hát gyerekek, tehát a szülő ássa el magát jó mélyre, fejjel lefele. Tehát az én gyerekem lenne ilyen betegségben, lehet, hogy elástam volna már. Meg is haltam, úgyhogy Csaba mehetünk hidrázni. Úgyhogy ez gyors volt. Figyelj már ezt a helyezést, ezt fel tudom venni mapedjen is, ami a postaládában van, ugye? Na, majd megnézzük. Most mi ez alól? Az egy játék egyébként, tudom, hangos kacagás hangol a rövidítése. Hello, van valami tippet, hogy 35-40 körül mit kéne farmolni? Vont kéne farmolni, jóval nem trollkodunk. Hát megmondom őszintén, hogy 40-esen, hogyha felmész 40-re, tudsz finom kelmézni, amiből kurva sok kell, hogy tudjál csinálni egy normális pántot, amiből esetleg jangod is lehessen. Hát bányászni, horgászni, esetleg ezeket tudod egyenlőre csinálni. Szilíz, hát az a baj, hogy 35-40-esen nem mondom, hogy kölcsön a játékra is vegyen ilyen itemeket, hogy tolvaj kesztyű. Mert most olyan, hogyha megreked olyan szinten a játékban, hogy nincs ideje, még azt a 3000 forintos értéket sem akarom tőle, hogy bebukja. Érted? De igen, a szilizésbe, hát én megmondom őszintén, amikor visszajöttem ide 75-esen játszani, orbitális mennyiségű Sziris Karim volt. Megvan. Amiket szoktam is használni, de az még mindig nem egy egyszerű. Tehát itt van Héron megmondja, hogy volt olyan kari, ami egy kari, egy óra volt a szirizés map 2-n. Tehát, hogyha kurva sok időd van, lehet csinálni, de attól világ Isten összes ideje se elég. Így van, Csabi, emlékszel rá? Micsoda?
Na akkor most akkor 15% fölé megyünk, vagy? Klaus Wolf, szia, ne haragudj, lehet egy kérdésem? Szia. Imádom azt, lehet egy kérdésem? Lehet? Az 10 van. De... Brody, nekem a locsolódásom az lesz, hogy árok szélén kutyák basznak, még mindig. A többit gondolom ismered. Nem, Brodynak mondtam. Leütöttem az első fejed, de bro vagy. Azt írja, hogy legendás 6-os Nessie 3 skill-es level 1-esen mennyit érhet? Hát a level 1-es szerintem nem sokat több, mint egy 6-os, úgy, hát... Csabi? Írtam, hogy passzolok, nem tudjuk, tehát most őszintén az az igazság, hogy azt nem tudjuk. Tehát Szabolcs hírja, hogy rituális ér szopik, úgyhogy ajánlatokat kell, várja. Megnyitottam a raktáromat, gondolom látod kettő rituálist vagy valamit, és akkor azért írja, hogy rituális ér szopik. Szuzám, tehát nincsenek kevesen. Máshol is, de hát már alig vannak kihalt. Miért halt volna ki? Ez a szerencsétlen megint itt van? Nem megyünk át másik CH-ra? Nem, mert tök van. Ja. Megy a stream úgy, hogy el ne basszuk, jó? Érted? Az akartam is kérni, hogy ha lehet, akkor ne ilyen félig izé cuccba, gyere be. Centinkét egy van. Fenekem nagy, nem bánod meg. Gyalhatunk, Csabi? Halló, de akkor... Miért te kit vettem be csoportba? Mindenki a fedélzetre. Ja, yeah, oké, okay, értem. Aj, várjál a bufkát, Lier. Elcsesztem. Hát most én járok úgy, mint te. Ki kell dobjam a mennyei könny izét, cuccot. Mit nyomkodsz be? Én is mindjárt benyomkodom ide valamit. Mondjuk akit kapcsolnék, nem lenne szar. Izébe beleütött. Jó van akkor. Tovább mész el. Valóban megmondja majd. Csabi, megmondod, mert menj itt a bosszra.
itt kérdezik a live-ban, hogy, hogy megmondod? Így baszki, nem cseréltem övet. Most hogy mondod? Igen, 18K földről, jól hallod. Te hallasz valamit? Ja, izé, jó kérdezte, hogy te hallasz valamit. Lehet egy kérdésem, erre a válasz meg volt, szia. Ja nem, ezt lovag írta most izé cseten, hogy lehet egy válasz idézője, meg van, szia. 19-es fél, 20, 19 6. 19 6. 20-as. Ja, hát én 17 felett ütök. Jaja, kár, hogy nem állandó. Tehát úgy mondom, hogy állandó, hogy folyamatosan bent lenne séjek például. Hát, de szerinted rajtam nem? Ahogy lejárna, már venném a következő nazart. Lehet, hogy mondjuk van még egy 15... Figyelj csak! De van még egy 15 naposom egyébként, azt gondolom, tudod? Amit szerintem egy éve őrzik, őrzök izébe, tárgypiacra kiba. Csak mert őtet nem hallani hard, csak azért mondom. Komolyan nem lehet hallani Héront? Az hogy a faszban nem lehet hallani. Ajajajajajajaj. És most beszéljen csak egy kicsit. Ja, meg nem békén. Egyébként lehet, hogy szopkodja, nem szopkodja a mikrofont. Jó. Na most már hallod, jó? Jó. Most jó. Na, dobtunk rá egy kis hangot, úgyhogy nem tudom, mi a szar volt, úgyhogy... Szerintem megéri a 2024-ben elkezdeni a metint. Szerintem meg. Ha jól érzed, ha jól érzed magad itt, akkor miért ne? Őszintén ennek az a lényeg, hogy te ki tudjál kapcsolódni, nem az, hogy megéri. Hallod? Látom. Kurva anyját a tépéregnek. Látom. De ez kurva jó volt. Nyitod? Persze, lett egy amulettom. Egy... Egyet, mert kidobni. Na, ott van még egy. Lady-n. Kettőt kimert magából okádni. Jó, majd kint odaadom Lady-ra. Jó. Megyek egy perc, csak még ki kell mennem. Bedobálom ide a szarokat, azt akkor... Úgy is karicserézünk, gondolom. Csak összeszedem itt a cuccokat, ami nekem kő.
anyád. Hát a csont, amit ott hagyjuk. Megéri most elkezdeni. Ezt Lady-vel felporszívózom. Szerintem 1500 vonból már lehet karit épít? Persze, hogy lehet. Tehát most számolt ki, hogy egy kisebb kezdő szintű játékos a negyedének is örülne. Most attól függ, hogy hanyas karit akarsz építeni. Hány órát live-ozok? Hát jelenleg egy órája, másfél órája megy. Ez változó. Nem leszek hűre sokáig. Figyelj Szabolcs, ott van Stella, tudsz tőle venni vont, adtam neki egy párat. Ha gondolod, persze. Nem tudom, mennyi van meg neki még belőle. Kapott tőlem 1300 vont, úgyhogy 120-as, őszintén 120-as kari, tehát most vegyünk egy harcost. Ez Zodi kard, most azt mondom neked, ott van, mit tudom én, 500 von, vagy 400, attól függ, hogy milyen álkásot, milyen optosat veszel, de 9-esről beszélünk. Bár már múltkor láttunk, nem is tudom melyik szeron, ami VP-nek volt jó, 1200 vonért, de Zodikardról beszélünk, ugye? Mellette ott van Heronnak a 113-as vértje, azt ugye kb. Egy 200 vonba számolja, egy alkikör. Hát az alkira, hogyha most csak egy míti matot dobsz fel rá, az 100 von, de viszont, hogyha most ragyogó kört akarsz arra, meg az 1500 von már lehet, hogy nem is elég. Tehát ez most ilyen változó, hogy kinek mi az igénye, vagy hogy szeretnéd csinálni. Bocsi, srácok, most ilyen karicsere megy, mert hogy ugye a sárkányisten védelem, támadás, meg az ilyen itemek ne járjanak, ezért jó, Krisztál, te mondtad, hogy 1500 van, hogy mit szeretnél. 1500 vanból az a gond, hogy most megveszed a fegyót, megveszed a vértet, az ékszereket, abban benne van, mit tudom én, 1500 von, tehát 1000 vonba, ez változó. Mellette azért még ott van, hogy meg kéne rávenni az alkit, és akkor most vegyünk egy kiváló mítikus rubint, amire azt mondom, hogy 1500-2000 von környéke. Mellette egy gyémántot megveszel, meg minden alkit, és akkor ott az ametiszt, ami egy mítikus matt, jó optos ametiszt, ott van 300 von. Ha jól emlékszek, azt hiszem Arthur 300 vonba adta el. Szóval kellene olyan 4-5K von. Figyelj csak, de Krisz, őszintén ott a szerpentőröm 11-es, ha húzni akarom, akkor ilyen 50-60 van egy húzás.
Csak hogy így indulj ki. És ki tudja hányszor fogja törni, és csak a fejlesztő, a mágikus kő szerintem nincs is benne ebbe a zárba még. De őszintén, tehát most te meg akarsz mindent vásárolni, tegyük fel vonból, akkor állok ma pedjen és nem csinálok semmit, annak nincs értelme. Most azt mondom neked, hogy mit tudom, hogy most van egy 1000 vonod, ráköltöd ezt egy varira, csak hogy értsd, és el tudsz menni farmolni, mint ahogy én is csinálom, és akkor majd menet közben összejön a cuccára. Azt szerintem az opcióm, mert hogy kikapcsolódsz, barátokat gyűjtesz, és tudsz játszani. Az a 2K 55-ös Alvin meg a Sámán azt mondta, várjál, most tovább, itt van egy szívecske, nem látom, hogy mi ez, 3K-von kell. Mire kell 3K-von? Ha nem akar izéről, hanem fullosan akar indulni. Hát persze, igen, de olyanban gondolkoztam, hogy farmolok, hogy eladjak vont. Hát figyelj csak, de most is tudsz farmolni. Tehát most akkor neked nem kell tegyük fel kiváló alki, hanem vegyél csak egy mítikus matta alkit. Lassú, meg időigényes, de most példát mondok. Hát az a gond, hogy igaza van Auvinnek, hogy a 3K-von kell, mert egyik fel bemész hadvezérezni. Oda azért kell egy normális öltözék, kell egy normális alkikör. Most meg is kell találni a hadvezért, de viszont megyek kicsi mindjárt, de viszont most 10 perc alatt ki tudsz belőle szedni 6 vont. Tehát visszajön az ára, de most már nem is olyan hűde egyszerű azt farmolni. Egy kis pillanat, mindjárt itt vagyok. Na itt is vagyok, bocsánat. Kábrának a halád, ez meg. Igen, oké. Mikor mártunk? Nézem. Mindenki a fedélzetre 3 perc, 43 másodperc. Haló. Igen, de őt gondoltam, hogy farmlok meg eladja, akkor igen, azt olvastuk. Alig a 70 monér áró, 10 000 gaját. Majd, hogy nekem is meg lenne egyébként, hogyha a Lady-ről összepakolnám, tudod, a izét. Kíváncsi lennék, mennyire vette a fiú. Gondolom hosszú kintről. Vagy összekoffolta. Hát fél Csabi, nekem is ott van valami 7000 gaja a hárdon.
Nem nehéz összekloffolni egyébként, főleg, hogy itt volt a karácsonyi event. Ha te se lennél lusta átváltogatni, de figyelj, ha gondolod, akkor... Én is átváltogattam. Ja, te is megcsináltad már? Persze, hát én abból csináltam, hogy tonna fegyót, ugye? Meg a vérteket. Ja, én azt hittem, hogy tízé, tehát mert utkor mondtad, hogy izé lusta vagy átváltogatni. Ja, lenne, vagy... Tehát van még vagy 500 izé... Szentélyezünk, tehát mi hidrára fogunk még menni 4 perc múlva. Van még vagy 500... Mi a tököm az? Jani megkodozik, jól hallom? Mm-hmm. Jól hallod. Szellemkőcsomag a kicsiken, csak az tényleg úgy kéne, hogy, hogy viszek egy karit, kinyitogatom, kidobálom, összeszedem. Én azt csináltam, ugye elmentem dolgozni, hárat lecsupaszítottam nullára minden felszerelés, kibasztam kiskarira. Mondjad már, bevittem Izidorikát, ugye azokon voltak a szellemkövek, ezek ki kellett nyitogatni, meg kidobálni, az macera volt, de az meg meló helyen nem ráértem. Hát ott rájössz. Csináltam megint 3 mítikusot. Ja, grat. Megint vagy. 5 szentély. Ja, persze, lovag. De majd még végén kiderül, hogy Phoenix lovaggal az, akivel itt kommunikálunk. Persze, hogy ott szentélyezünk még. Bár nekem most nincs pontom, mert vasárnap dolgoztam, de most tervezek bemenni. Igen? És már jobb, ugye? Na, ugye? Úgyhogy lovag, persze, tehát 5 szentélyezünk. Ott is látod, nem én kezdtem el annó a személyeskedést, hanem a Insolence nevezetű játékos. És amikor azt merem mondani, hogy... Igen, még nem esett le, tehát jó, tehát figyelj, most lovag, tehát nekem az őszintén ennyi. De hogy is mondjam, Insolence kezdte a személyeskedés, de amikor azt merem neki mondani, hogy meglátom Joharán is elássam, akkor neki esik szarul. Tehát olyat nem írunk játékosnak, hogy te román vagy. Tehát lehet román, kínai, arab, akármilyen nemzetiség, mi köze van hozzá, megint csak. Még egy kérdésem lenne, volt, igen, hogy mit ajánlasz annak, aki most kezdte el ezt a szerót? Vegy elő a bankkártyáját. Fogsó, ez egy szanakszot. Igen, de őszintén csak farmanás. Menjen fel 30-40 elvére és kezdjen el bányászni 2 karival. Abban van még mindig nagyon jó lóvé. Nem, tehát még van 4 perc. Letelt már, nem? Ránézek. Mindenki a fedélzetre letelt, aha, jöhetünk vissza. De lovag, látod, ott sem mi voltunk a hunyók azért, mert mentünk 5 szentélybe. Ott konkrétan ti vettétek zakú, mert azt hittétek, hogy az 5 szentély az a ti mappotok. Ez az igazság, és akkor mi voltunk a legganébbak, mert nem tudtunk a lehetőségről, és persze kihasználtuk, amit eddig nem használtunk ki. De ha rosszul gondolom, nyugodtan mondjad. Mert ugye utána ott jött Lacinak, hogy basztattátok Lacit, hogy ő is mekkora gerinctelen, meg stb. Tehát várjál, oké, hogy rátok mentünk több játékot, tehát a kék birodalom rátok ment, de az nem PvP, tehát nem arról szól, hogy 1v1, de az arról szól, hogy bemegy a sárga, a piros és a kék map, és összemérik erejüket. Az, hogy mi szervezettebbek voltunk, mint ti, az nem a mi szegénységünk, én ezt úgy gondolom. Tehát erre gondolsz egyébként, lovag? Mi legalább poénból mentünk be. Tehát mi meg a jutalomért mentünk be. Tehát milyen logikus, hogy jutalomért megyek be, hogyha bemegyek. Ütöttél nagyban? Nem értem el. Jó. Kikerül. Le is mérgeztem úgy, hogy ez már nem a problémázik.
Kétája? Hát persze, hogy ráfeszültünk. Egy kurva jó opt, vagy lehetőség. Milyen a használjuk ki? Most a Hydrán is jó az a 5 vagy 10 talaj drop, amúgy. Hát Hydrán is jó, meg figyelj csak az a 3 erő, amit ad neked, még az is jó. Plusz jó. Sebzés. Figyelj csak, azt merem mondani, hogy van még 6 napig Nazarom. Vasárnap itthon vagyok, azt akkor ugye meg hétfőn is, ugyanúgy bemegyünk 5 centéből, szóval milyen lesz a jutalom, akkor még nagyobb droppaládára, Csabi. Vasárnap öreg, hidrázunk egész. 4 jó, 5 órakor kelünk. Hallod? Vasárnap, én szombaton dolgozok. Én 5 órakor fent leszek, de meg munkahelyen. Nem tudom mondani. 5 órától Forma 1 van, én 5 órától fenn vagyok, azt ahogy hazajöttek, tolhatjuk. De viszont beszéltük a melejt is, hogy azt is le kéne csattintani. Hát Jani is kell, 5 órakor az jön. Jani? Hű, de vicces. Egész 7-5 órakor kell, nem mindegy. 3-kor kell, vagy 3:30-kor, vagy hogy... Négykor, de majdnem, mert találtátok. Hallod? De nem is tudom miért sírsz, tehát bemegyek munkahelyre, 24-ben dolgozok. Dolgozott? És mondjam, hogy kus. Faszért kell mindig beszólni, hogy nem dolgozok, amikor izzadok, mint a ló. Alonso idén fog nyerni futamot? Azt kérdik itt. Fogalmam sincs. Persze, hogy fog. Nem tudom, dobogón szerintem lesz. Az a baj ezzel, hogy... Tehát akkor van esélye bárkinek is futamot nyerni, hogyha Verstappennek tönkre megy a vasa. Tehát amíg az a Red Bull stabil, mint nem is tudom mi. Azt nem mondom, mint a forint, mert akkor hazudnék. De amíg az a Red Bull ilyen stabil, addig szerintem nem sok embernek van esélye futamot nyerni. Dobogó az lehet, de futamgyőzelem az... Nem hiszem. És akkor most... Jú, de jó, hogy nem. Most a főnökség nem jól bele Forma 1-et nézni az irodánkba. Most hát mondtad, hogy tehát a hajnali 5-kor indul a izé. A szombaton nem lesz semmi fasság, ugye? Be, én nem élek. Héron 10, aki mellettem van. Szombaton felmegyek. De délután ezen. Vagy mikor? Mi délután? De mikor lesz időmérő? Hány óra körül? Úgy kérdem. Mert este 6? Reggel. Sydneyben van. Tehát... Nagyon jó. Nem csak azért kérdeztem, akkor nincs az, hogy egész nap, hogy beülnek az irodánkba Forma 1-et nézni, mert attól felmászok. Hajnalban van, mert Sydneyben van. Messze van Sydney. Tehát van a Muspadben egy kurva nagy tévé, meg van az őrszobán, és hogy miért az őrszobára kell felülni, Forma 1-et nézni, meg rajtot, meg minden kurva nyert, én azt nem tudom megérteni. Szopatni kell a népet. Rájulok, mint a szar, tehát hihetetlen. Én megmondom, bárki más akkor fog futamot nyerni, ha már nem lesz ekkora üzlet egy VB cím. Én amondó vagyok, nyerni fog a Ferrari, és ha már Hamilton ott lesz. Ferrari is, ha már Hamilton ott lesz. Hát az jövőre lesz. Idént kérdezték, nem jövőre. Tehát nem az volt a kérdés. Idén fog egyet nyerni. Lehet, hogy fognak nyerni, tehát... De ha nyerni fog, akkor az úgy fog lenni, hogy kiesik a izé. Kiesik a Verstappen, ennyi. Így van. Tehát olyan szinten stabil a Red Bull, hogy akkor előnyük van, hogy... Tehát az elmondhatatlan. Már szinte túl gyanúsan nagy az előnyük. 1, 2... Annak idején a Schumacher is gyanús volt, hogy állandóan megnyert mindent. Ezt a Petkát elviszem majd, ha neked nem kell. Jó. Mit viszel el? A petkaját, ott van egy démon... Ja, az démonkő, démonpengét. Azt is elviszem mondjuk, mert csóró vagyok, úgyhogy... Figyelj csak, Csabi, ezt majd egy kis dobom.
Másikat jó. Meg majd Lady-vel... Elvettem egy csomó vasékszeres dobozt, jött vagy három. Kettő van nálam. Hidra gyűrű, Csabi, föld? Az nem kell most. Mit dobtál ki? Ja, ládát. Lady-n is van láda. Tudom, tudom, azt majd kint adom. Ja, ezt már kivitted? Persze. Nem még valami lenni. Nincs. Schumacher. Igen, a Schumacher korszak is ilyen volt. Tehát utána a Hamilton korszak is ilyen volt. Most akármerről nézzük, amíg csapat betalál ebbe, ezekbe a fejlesztésekbe, ami nem megy tönkre a technika, addig stabil. Tehát nem is tudom, melyik évben volt, hogy csak izé Mercien. Tehát nem lehetett utolérni őket. Az is volt, hogy 3-4 évig. Ja. Tehát amíg a hibrid, talán a hibrid éra volt, akkor csak izé volt Merci. Ja. Tehát vagy Hamilton nyert, vagy Rosberg. Most vagyok Gani, hallod? Mert? Leütöttem a sábit. Milyen sábit? Hát az izét, a Elysiumos izé kis sütyót, aki itt volt a bejáratnál. Ők kezdik. Tehát majd hagyom azt magam. Szerintem az a kalika. De nem biztos. Így járt. Így járt, így ahogy mondod, így járt. Tehát ők kezdik. Tehát most... Engem az már nem stresszel. Most miért én vagyok a szar egyébként, amikor csak visszaadom azt, amit ő ad? Annyi hol... szar... Twitch-en csetelnek az emberek? Vagy hol? YouTube-on van most. Betel is. Ja, igen, itt az Alonso futamot fogja nyerni. Hallod, miért ott váltad át a nagyon bolond? Azért ott váltottam át, mert elfetettem, hogy amikor jöttem ki, mert most a karcsika volt a porondon. Az kellett a hely. Szia, Ádám! Nem, figyelj, én csak azt adom, amit kaptam. Tehát lehetne ez nyugi is, de ennek mi értelme van így, kb. Tudod nagyon jó, hogy semmi. Adom a ládit. Jó, itt kb. Nincsen több. Figyelj csak, odaadjam a izét, a vasládikat. Adjál azt is, szép dobjuk már. Dobáld ki. Tessék, ennyi. Jó. Na, még 10 perc és akkor. Hát megdobnak, kővel dob vissza kenyérre. Persze, kőszáraz kenyérre, így ahogy mondod. Petőfi Sándor, hello. Petőfi Sándor. Az a neve, hogy Petőfi Sándor. Ezek a nevek. Hát ebbe merek fogadni, hogy Petőfi Sándor, és kép is van neki kirakva, így messzire nagyon úgy látszódik. És igen. A lájbait hatására visszanéztem a szaróra, és maradok egy darabig. Jó. Köszönjük szépen. És akkor mindjárt megszólal a Csebi, hogy van a boltom az alkimistánál, de nyugodtan lehet vásárolni belőle. Nem, tehát, de mondjuk őszintén, emlékszel arra a gyerekre, amikor itt vinyogod Skype-on, Discordon? Kicsoda? Amikor leütöttem valami gyereket a Gruttamán vagy hol a picsába, azt feljött Discordra, azt visított, mint a szopós malac. Hát emlékszik, hogy gránát megyenek. De nem is az. Tehát én szívesen elbeszélek karcsikával, tehát vagy kalikával. De őszintén, tehát ennek a cicaharcnak már nagyon vége kéne, hogy legyen. Elismerjük, ő kurva erős, tehát atya úristen, csak legyen már ennek a pénisz méregetésnek elég. Kéne hozni egy kávét.
Mondom, kéne hozni egy kávét, nem mi, nem neked beszélek. Ne bújjál el, hadd dobjanak meg egy párnával. Úgy. Micsoda? Vihagás nélkül? Micsoda? Adjál fegyvert. Nem, adjál már egyet. Megdobáltam párnával a kislányt, persze elfogyott a párna. Mondom, adjál fegyvert. Nem. Na persze, hogy nem én is adtam volna. De hogy is. Na, de amikor ő dobál vissza, aztán lehet, hogy minden együtt. Úgy kopán csatáztunk, azt elvesztük. Ugye, drágám? Igen. Ugye, ugye? Ehehe, ennyi. Megdobja, kapja, hat. De nem hat, tehát azért... Apa! Figyelmem, oké, várj egy kicsit. Figyelmem, Martinátok, tégla, izé, a párna? Vagy kő? Kőkorszak? Mert megdobja, kapja, hat. Vagy kapta. Így tudom elképzelni, hogy kiveszed a fejed alól a követ, de az akkor párna csata. Megdobod, azt belehal. Nem, itt hangon alszik. Szakolt szakadó. Nem így szereti a keményet, hát nem. Nem egy kemény párna, itt hongod beteszi a húzatba, az kemény, mint a kék. Ez az szereti a keményet hirtelen másukrod be, hogy szereti a keményet. Ami igen, felvilágosult az ügyben. Igen, 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 ezt akartam pont mondani, de... Kicsim, hozzá egy kávét? Mindenki megyek. Te nem tudod megcsinálni úgyse, úgyhogy... 6 perc még úgyhogy... Kicsit elmentünk más irányba, térjünk vissza normálba. Azt írja Martin. Innek mi a normál, tudod? Egy, de jó a pillanat. Előtt a lengyel szállodán, baznak, szerintem egy boltban van annyi kiváló alk, mint magyaron az összesbe. Ülöttem azon a lengyel szerven, és menék ezek a 80-os boltok. Jó Istenem! Itt vagyok. Jó, az a 20-as kávé mit tud? Milyen 20-as kávé? Azt mondja, hogy hozz nekem kávét 20-ért. Ja, jó, köszönöm. Mindjárt jövök.
Nézegettem hard ezt a lengyel piacot. Szerintem egy 5000 mondom, hogy pikpakát tudnék itt csapni. Még mi késő lennék. Hát ja. A rányod sem áll lesz. Ne fossál ma, ha ennyi kefirt iszik, mint most. Itt van a Phoenix. Látom. Ja. Én nem látom, mit ír, azért mondom. Itt nem ér semmit, tehát szóval ide bújtatok. És azt írta. Látom, hogy... Ja. Kivel? Na, gyere! Erre mondjátok, mert itt a Csókolom bácsik. Csókolom bácsi. Na jó, hát szia! Beköszöntök, kislány, hallottátok. Ja, néniket kihagytuk, de nem baj. Van itt néném is most? Az a baj, hogy igen, profil névvel, tehát meg kép nélkül kurvára nem lehet eldönteni, hogy most ki a név, vagy ki nem. Ezzel vannak a játékok, meg a Twitch, meg minden szélszar, hogy Anonymous maradj. Jó, én értem ezt, hogy Anonymous, de ez általában, de ez általában úgy sikerül, hogy hihetetlenül, főleg amikor jön a Curtis nevezetű játékos, tehát a Curtis, és többet tud rólad, mint te saját magad. Hát mondjuk ilyen. És tényleg, és akkor leírja azt, hogy ennek ilyen palia volt, meg olyan nője, meg ilyen csúnya, meg olyan csúnya, meg atya úristen, és atya úristen. Hát 2024 van, nincs olyan, hogy néni meg bács, mindenki az, ami akar lenni, ne korlátozni. ez jó, mondjuk ezt adom. Hát amúgy nem is értem, hogy a Metin ezt hogy engedheti meg magának, hogy csak férfi és női karakter van. Tehát, hogy olyan, hogy egyéb nincs. Hallod, de ezek szerint igen. Te miért nincs akkor meleg házasság? Mennyi idők van még? Mindjárt nézem. Lovak, te is jössz? Úgy ide álltál mellénk, 32 másodperc. Ugye? De aranyos olyan, mint az apja. Csak az a baj, hogy itt a fiúk elrontják néha-néha. Túlzásokban első. Mi az, elrontjátok? Miért elrontjátok, mint zsombit? Mondd, hogy cigi. Aj, az jó volt. Gyere már befele azzal a tököm ninjáddal. Tényleg akkor te holnap dolgozol? De tényleg dolgozok holnap, igen. Mehetsz befele. Igen. Rosszul jött ki a matek? Nem. Még jó kijöhet. De azt majd megbeszéljük. Miről maradtam le? Még semmiről. Jöjjek fel melóhelyről játszani. Nem gondoltam rá, hogy szombat van, a kutya nem lesz a kastélyban. Szombaton vannak a legtöbben baszki nappal. Zárd be a kaput. Szívem szeg megtenném. Technikai okok miatt zárva vagyunk, mert a fű túl nagy. Az a baj, hogy van olyan kertészünk, aki legeli, úgyhogy... Ja, amikor már nő 3 centit, már hozza a fűnyírót. Várjál! Most ugye bevezették a kastélyba, hogy csak bankkártyás vásárlás lehet. Tehát úgy mondom, hogy nem minti részletekről, hanem hogyha mi rendelünk süteményt, vagy bármit, elromlik egy traktoralkatrész, csak bankkártyával, vagy átutalással lehet fizetni. Hát persze, mert megadja a számlát, meg tökön tudja. De várjál! Most ott a fűnyíró traktor, ugye a kerekét, ez egy gyűrű tartja. Ha kinyúlik, kiesik a kerék, 100 forintos tétet, ki fog neked leszámlázni. És akkor megszólal a... Ha nem rendeled, muszáj neki. Az elmag például nem ad magyar számlát. Igen. Aha, Ápás számlát nem ad az elmag. Tehát próbálkoztak már vele.
nem is ez a lényeg, hanem az, amikor mondja a kertész, hogy gondolj bele, Géza, amikor akkor a fű lesz, hogy a látogató álva tud majd szarni, és nem tudunk füvet nyírni, mert nem lesz egy kurva zégegyűrünk. Tehát hallod, álva tud majd szarni. Tehát ez így, további jó bulit, álló lovag. Álva tud majd szarni, az. De valamilyen szinten nem. Igaza van, baszki. Hát igen. Most mi az elképzelés, hogy majd... Nincs. De nincs. Az, hogy majd nincs. A dolgozó veszi meg önköltségből, azt az. Akkor... Azt hozza a számlát, azt kifizeti a cég. De amúgy az ilyenek mögött nincs elképzelés. Megnyugtatlak, hiába keresel benne logikát, ha megkérdezel bárkit, aki ezt kitalálta. Nem, ez így jó. Ez lesz rá a válasz valószínűleg. Tudom, nem egyszer szaladtam már bele ilyen. Ilyen hülyeségekbe. Ez kefi. Oké, látom. Nagyon finom kefit, ugye? Igen. Ez te is kefi. Oké. Mert legközelebb kefires kávét iszok, jó? De töröld meg az orrod már. Hát például, amikor konyhán dolgoztunk annó, tehát nekünk is ugye a munkaruhát el kellett menni megvenni. Azt ugye leadod a számlát, azt kifizetik. Persze. De én feldobtam az okosságot, hogy mi lenne, hogyha globálisan mindenkinek megrendelnénk a méretét, azt kapnátok kedvezménybe, az meg azt nem kéne annyit kifizetni. Hát az úgy nem jó. Ja, hát akkor jó. Sose felejtem, amikor azt mondja ismerősöm, hogy kormányablaknál dolgozott, hogy Géza, akármilyen ruhát veszel, kérjél fel a számlát, és add ide nekem a számlát. Mert hogy én, ugye ők 120 ezer fontos ruhapénzt kaptak egy hónapból, csak ennyit nem akart ruhára költeni, de azért én kérjem ki magamnak a számlát, hogy odaadjam neki, hogy azt le tudja adni. Hallod? Micsoda? Hát jó, de érted? És akkor útkor azt mondja, hogy hát elmentem magamnak, vettem egy csizmát. Mondom, mennyire vetted a csizmát? Hát nem volt drága, 45 ezer forint. Anyád! Mit tud az a csizma? Ez volt 2016-ban. Mondjuk jó, útkor, de... Nyolc év, basz meg! Azt úgy mondtad, hogy a múlt éve múlt éve lett volna. Múlt éve lett volna, baszik, az majdnem 8 éve volt. Ez volt a múltkor. Hát, basz meg! Én is múltkor még emlékszem az anyatejre a számba. A múltkor volt az is. Kicsit édeskés volt még. Nem volt neked az olyan régen, Csami. Nem volt az olyan régen. Nem, mert egyébként 20 éves elég kicsit merném mondani azt, hogy Nagyon hülye. Várjál. 19. Nem vagy még 15. Nem vagy még 30, vagy meg vagy már? Nem, még nem. Akkor 20. Ott a szád szélén. Akkor 20. Meg a tojás a seggén körülbelül. Jössz, azt leharabdáltad róla. Harabdálj az, aki ott van Meli. Kért meg. Ne tartom fel. Akkor az ott marad 70-80 éves korodig. Na. Mert ugye én a 90-et nem érem meg, azt tuti. Hát remélem. Ha így folytatod, az 45-öt se. Ha így folytatod, akkor a 41-et se. Előtt, 41 vagyok úgy, hogy ezzel elbasztad. Akkor 42-t. Lemegyek, azt megtaposlak. Előtt, megkívülök előtt egy kávéra, vagy nem kell. Figyelj, kávé mindig jól esik. Mondjam azt, amit tizé Takasi mondott annó. Adok GPS is, hogy ide találj. Boxkod erőt megetettek, nehogy az legyen, hogy azért kaptál ki, hogy nem volt a kukában elég kaja. Hülye volt az a várk, az a tény. Hogy... Thank you for following. Köszönöm a követést. Tényleg azt mondtam, meg is etetlek, hogy nehogy az legyen, hogy nem. Ez akkor olyan volt. Te emlékszel rá akkor? Így, hogy mondtad, így megvan. Meg azt, hogy elmegyek pisin. Hát jó, bazzeg, menjél. Az két perc, azt mondjuk, hogy csorog. Elvittél húgyozni? Elbazd meg. Azt az áldás tekit azt felporszívózom, hogy hárdal ki is mentem.
Hallod, nem maradt egy ládát sem. Azt a kacsa. Ez gyors volt. Egyedül fél, miért? Ki fél? Mi volt gyors? Bementél, már meghaltál? Ja. Jaj, Pók 122. Bocsi, hogy nem láttam, köszönöm a követést. Figyelj csak, kidobom ide az okosságokat, jó? Jó. Hidragyűrű? Ennyi jött. Nem kell, van már leg. Ennyi jött öreg az egész roomból. Jó, hát ennyi jött. Tehát most őszintén nem tudsz nagyon... Tenapi körünk az jó volt mondjuk. Még az elég csicska, hogy adhat nullát is. Ez igen. Ilyen... Tehát legalább legyen már egy a minimum. Hát Morel, felszedted a szellemkő csomagokat, vagy mi azt szösszeletem? Ja, most felszedtem. Ja, most észrevettem, mondom, hogy egy darab nincs a földön, ez hogy a faszba van. Eddig meg mindig ott hagyod. Nem baj. Az ott a legszebb az egészből nem is egy, hanem három player volt a ezen. Déladő ponton. Úgy szokott, én a kodban azt nem szeretem, hogy bazd meg bemegyünk, és a kezdőkön bazd meg azt kemperik. Régen a izébe volt ez nagy divat, a Mohába. Mohába? A Moha nem volt online játék, vagy igen? Nem volt. A kód volt. Mi? A Moha nem volt online. A Moha is. Nem mond, már annyit játszottam, mint a tenger. Medal of Honor-ban volt kezdőpont. Az a Iliad Assault-ban volt. Az a legelső, nem? Igen. Abban annak játszottam a izéjével. És voltak ilyen, volt olyan, hogy egy épület volt tulajdonképpen, azt hiszem Oroszországban játszott, egy tömbháznak a hizéje, körbe volt épülve a tömbház, és középen udvar. És azon volt 3-4 olyan pont, hogy pont előtted én lett az ember, és akkor csak azt lőtték folyamatosan. Fúj, de idegesítő volt. Gyerekek, célhágyen ezüst érsz, hogyha kell valakinek bányászat céljából. Csak gondoltam, szólok, hogy hátha. Őszintén nem emlékszek ilyenekre, úgyhogy... De én úgy emlékszem, hogy nem volt. Még nagyon fiatal vagy, Géza. Mit nagyon fiatal vagyok? Mondja az meg olyan, aki kb. Egy évvel idősebb, mint én, max. 2-vel. 4 érdek is számolja. Ügy, de mert szar vagy. Azt még mindig betinezel? Mi csinálok? Azt még mindig betinezel? Ez érzéknél a kövérvény geciknek a játéka, nem? Így. Mondjad kicsim. Jó. Na nem soká. Nyájunk egy perc. Ja, hát múltkor felszíszettentettem melóhelyen egy nápolyit, este 8-kor. Te ezt már akarod enni éjszakára előtt? Megmondom, bazd meg, hát most ebben mi van? Nápolyit, kicsim. De most nincs itthon, majd nézzünk, jó? De most nincs itthon. Hát mert nincs. Milyen meglepő. Micsoda? Mi ez a nagy csend? Közben kipakolom itt a okosságaimat. Mm-hmm.
Apa, de miért? Na hát igen. De jó, jó, tudod, tehát... hogy is mondjam, sose gondoltam volna, hogy ennyire... Ez hogy a faszban van? Magyarázzátok már el, hogy van egy bés áldástekin, és nem a bés áldástekit vonja le a nazar. Vagy a, mondjad már a hidra. Ez hogy a faszban van? Ez mekkora egy süttyó, baszki. Na, vonatú idegesítőbb kérdés. Nem idegesítő. Figyelj csak, az nem olyan idegesítő, a de miért. De mondjuk a Fluimuci reklám, a de miért? Vedd be kisfiam a gyógyszert, de miért? Na hát az idegesítő volt az a reklám. Tehát a belépő az azért, de nem értem, hogy miért nem beszél, tehát hogy mondjam, az SD2 belépőt miért nem veszi el. Igen, az lett volna a kérdésem konkrétan. Mert nem értem egyébként azt, hogy... Mondja, drágám. Lát, ó, de ügyes vagy. Van még időm, úgyhogy gyors beugrok. Most kicsit pakolászok. Nem olyan hű, de sokat csak. Ezt ide átdobom. Ezt itt összepakolom. Ja, hogy erről mondott a kolléga, arról a rituális kőről. Arról a kettő darabról, hogy felismerte. Aha! Én próbálkoztam, hogy előrébb rakom a bést, és hátrébb a simát, akkor is a simát veszi el, mert a Metin szeret téged. A Metin elmegy a nem a Metin megy el a kurva anyukájába, hanem a fejlesztő. Hogy te tudjál sétkodni. Nem lényeg, mert elmegyek mele razira, és elveszi a béset is, hogyha az van elő. De mennyi melet vagy hidrát voltunk mi most? Meg tudjátok mondani? Harmadikat? Hanyadikat toljuk? Apa, játszunk. Igen, ez a régi sima GF. Várjatok egy kicsit. Semmit? Nézd csak, a csodapark? Nem jó a csodapark? Turbó, trollok, mi az? Pepe malac? Pepe malacot? Nem hallom. Mondja. Nem tudom, hogy szereted. Ma ennyire fogjél egy kicsit. Úgy. Na, igen, akkor lehetne ezzel kapcsolatban kérdésem? Persze, Gergő, mire lehetne? Mindenkinek lehet megfelelő... mi az? Kérdésekre mindenkinek van megfelelő válasz. Aki nem kezd el trágárkodni, sértegetni, stb. Régen toltam Pega, aztán Conti, utána a habbajtam, most látom, megváltozott valami... Malalali lehet belépni és társai. Tehát van egy, tehát ugye felmész a Metin 2 oldalára, van egy Gameforge kliens, azt le kell tölteni. Azon keresztül, ha letöltöd a játékot, úgy tudsz majd belépni, csak a kék klienshez hozzá kell adni az akuntodat. Nem tudom, hogy ez, de e-mailen már nem tudsz belépni, így ahogy te mondod, de hozzá tudod adni a kék klienshez. Jó, nem vagyok fa. Pont. Jó, oké. Nincs dolgod esetleg ott a tévé környékén? Akkor keressél már, vagy segítsek. Össze lehet pakolni. De.
Ezt a gyereket mindig a pakolásra bünteted. Hallod? Te nem tudod, hogy mit csinál a gyerek. De, nem tudom, szerintem. Nézd meg, a konnektor meleg. Te komolyan nézd meg. Esküszöm, hát... Meleg. Egy pillanat, csak olyan hideg a gyerek keze. Pillanat. Mindjárt válaszolok, Gergely, másodperc pillanat. Mi baj? Nincsen baj, csak olyan hideg a kacsót, tudod? Kacsó? Ah, igen, a prasszid. Nézd meg, hát mondtam, hogy nézd meg, de hát nem nézted meg. Nézd meg, ha akarod. Na, és hogyan tudom hozzáadni? De hát a lényeg az, hogy megvan az e-mail címed, akkor maga a kék kliensbe abból az e-maillel be tudsz jelentkezni. Majd, hogyha ugye bent vagy a kliensben, akkor a felhasználó nevednél, hogyha rákattintasz ott alul a játsz alatt, mondja, hogy játékazonosító hozzáadása. Ha arra rákattintasz, akkor azonosító név és jelszó kombóval már hozzá is adtad a fiókodhoz. De hogyha véletlenül valaki már ezt hozzáadta a fiókodhoz, vagy a fiókjához, akkor azt az akontot, akkor nem tudod hozzáadni már. Kicsim, légy szíves! Picit! Mártunk, vagy nem mártunk meg? Jövök, várj egy kicsit, csak a közben a gyerek is, kicsit hangoskodik, de jéghideg volt a keze. Így remélem érthetően el tudtam mondani, de ha nem, akkor max Discordon tudunk rád neked megoldást találni, ha több kettő. Ennyi. Belépés, így van. Mert akkor max képernyő megosztással tudunk neked segíteni. Hidra után egyértelműen, de... figyelj csak, ez azért lett így megcsinálva, mert elméletileg ott be tudod kapcsolni a 2F-át a játékba, amit ne kapcsoljál be. Ugye ez a te biztonságod elméletileg. 1 perc, 13 másodperc, Csabi. Jó. Majd igyekszem megnézni, hogyan tudom, mert köszik az igazán nincs mit. Hát kicsim, alapból ül a kutya, akkor hova ülteted még le? Jó, hogy nem azt mondod a kutyának, hogy pitiz. Kutya, pitiz. Ez. Kicsém. Hát azt nem fog, azt nem tanítottam meg neki. Tanítj már meg neki. Hát persze. Tanítj már meg neki pitizát. Akkor kérdésed, miért vagyok? Ja, vagyok. Jó, félreolvastam, jó, nekem sem megy mindig az olvasás, sőt, egyre inkább nem megy. Maxírok majd itt, lementettem a nevet, ha elakadok. Nyugodtan, de egy elméletileg Discordon a Hardcore 83 Han néven ugye el fogsz érni. Maga az a gaming, az nem kell, de elérsz, és akkor ha tudok, segítek. Max azt a választ fogod kapni, hogy bocs, ide dolgozom, de máskor visszatérünk rá. De hogyha ma nem megy, akkor ma még tudok segíteni neked, holnap viszont 24 órában dolgozom, úgyhogy ugye a holnapi nap az kilőve. Csabi, ez hanyadik körünk nekünk? Negyedik. Képzeld el, a Bés SD-t belépőt nem veszi el az a csöves. Hát az akkor veszi el, hogyha elfogad. Nincs nálad másik. Ja. Mindenki a fedélzetre, mehetünk be, Csabi. Kicsim, légy szíves! Kicsim, nem tudom már megtanítani neki, ahhoz már öreg. Igen, így. De nem tudom már megtanítani, tehát a kutyát már öreg ahhoz, hogy ezt megtanulja, tudod? Tudod, kicsim? Igen. Akkor jó. Levénezted a saját kutyádat. Hát, amikor már vagy 7 vagy 8 éves, igen, levéneztem. Mert már a pitiszt azt már nem képes megtanulni, szerintem. Hát az már, szerintem öreg hozzá. Azért mondom, hogy egy-másfél, max. 2 éves korában nagyon, nagyon fogékony a kutya, de utána már... Már... Miért, de az ült meg a fekszeket tudja. Két alap dolgot, aminek a kutyának dúdni kell, meg a marad.
Szerintem ez a két-három alap dolgot tudja a kutya, akkor már kurva ügyes. Nem ütöttem bele a bosszba. Én igen. Amúgy kérdezte Artur, hogy ma mit tervezünk. Mit tervezünk? Nem tudom, hogy mit tervezünk. Melej, invázió, tököm tudja. Én most semmit nem terveztem. Mondjuk lehet, hogy az invázióról még, hogyha úgy leszek este, csinálok egy fél órás streamet. Aztán nagyon kevés játékost láttam még. Tehát mondjuk a lamappal az a gond, hogy az laggol. Tehát az... De toronyban is vagy, ha felmentem tizedikig. Most. Csak a jutalmat kell, talán meghaltam háromszor, egyszer nem figyeltem, másszor meg tököm tudja mi volt. De őszintén úgyis ingyen belépő, meg úgyis bejárok, van még a titokzatos belépőből 24 darabom. Meg jó, hogy oda a kopony az ászlók. De az, azt mondtam. Már titokzatosból 31 van, csak rosszat fogalmaztam. De látom, figyelsz. Hát egy alag. Köszönöm a kedvelést. Vagy a... De, igen. Mondjuk erre nem tudom, miért nem visít a kurva izé TikTok. Már most TikTokon egyre nagyon kevesen vagyunk. Köszönöm, miért laggolok. De viszont minden YouTube felhasználót megkérnék, hogyha Twitch-en elkezdenek követni, megnézni, az nagyon jó lenne. Mert szeretnék Twitch partner lenni, és ugye oda átlagosan 70 néző kellene. Úgyhogy ha egy kicsit többen lennénk, az nem lenne egy kicsit rossz dolog, de ha nem, akkor az se probléma, mert az a 13 fő is kurva jó. Mondjuk igen, ez a probléma a Twitch-sel, hogy még mindig nem ismerik a játékosok, vagy nem tudom ezt, hogy fogalmazzam. Ez a helyes megfogalmazás, hogy de nem ismerik a player-t? Ja. Téged nem ismernek még Twitch-en, inkább úgy mondanám. Én magyar Twitch-es, netines content szerintem nincs itt fenn. Csak a törökök, meg a románok, meg a lengyeleket. Szokott lenni magyar egyébként, de... Szerintem egyetlen egy srácot láttam, aki magyar. Szia, ugye, Viktor! Twitch-el, vagy ezért streamelt netin contentet. Ez a Helldriver 2-t én nagyon szemezek vele egyébként, de kékbirodalmas vagyok. Az a gond, hogyha a kod nem lenne olyan kurva drága, már azt kifizettem volna. Na, mi a baj, Viktor, hogy ajaj. Azaz, csináld kicsim, a nyakamat, így masszíroz meg így. De a csikizés is jó, de masszírozd meg a hátamat, az még jobb. Úgy, de jó. Tudod, úgy, ahogy szoktad. Vigyázni kell. Úgy, nagyon ügyes. Most mondjam, hogy milyen jó női kezed van, kicsim. Nem félreérteni. Ez, amikor ide jön a kislányod és elkezd masszírozni, annál jobb nincs. Ide. Így. Úgy. Tudok kérni, mondjátok azt. Úgy is ebben ügyes vagyok. A kékek nobok miért? És te is kék voltál, nem? A kék nobok az megölnek. Igen. Ha szugloztam, hallottam, mit voltál. Igen? Igen, itt állok. Hát látom, hogy itt állsz. Azt hallottam. Akkor lesz már a hó is szágulhatható. Hó, kicsim. Tehát az majd télen. És akkor tudunk jégkolítni. Az biztos. És még dögni magunkkal. Akkor még egy kört jövünk, ugye? Ha? Esik a hó,
Ki fogok venni, ugye? Nem. Nem. Igen. Így jó. Nagyon jó. De egy kicsit erősebben megnyomkodhatnád. Úgy, tehát eddig csak simogattál körülbelül. Simogattál. Igen. Tudod, az... Bekérkém is valami alatt, és megteszed így meg barszírozlak. Micsoda? Megteszed, az meg barszírozlak. Hát megköszönöm majd, igen. Miért? Azért akkor játszhatunk együtt. Majd fogunk játszani kicsink, türelem, jó? Bárjátok. Már nem soká. Papival játszunk. Itt vagyok. Te eddig játszál Tapival, ja? Jó. Igen. Játszok veled. Szedd össze izét, hidragyűrűt, ha nem kell, felveszem. Fegyed. Nagyon erőteljesen be akarok szerintem menni a izére. Négy láda. Nem rossz. A bukót. Nem szeded az izét? Mit? Szellemkő csomagot? Nem. Hát, nem tudom. Jó, hát ennyi. Kérdés a tűzaurát, hol tudom A tűzaurát az egy fejlesztői cucc, amivel az aura öltözéket tudott fejleszteni, de az trédelhető, azt el tudod adni. Piacmappon akár el tudod adni, vagy veszel egy aura öltözéket, hát most azt mondom, vagy drága, nagyon nagy vanokér, vagy sér, és úgy tudod hasznosítani. Van 500. Hát 500, most nem tudom árban mennyi, de meg kell nézni piacmappon és esetleg eladni. Utolsó kör lesz majd Csabi, ugye? Aha. Pillanat. Jó van, oké. Most egy 500-as szerintem egy olyan 1-2 von környékén mozoghat, de lehet, hogy túl sokat mondok rá. De egy másodperc piha, még van kerüvegem a lédi, akkor megnézem, ha az úgy neked megfelel. Úgy azt nem fogod látni, mert hogy mindjárt karicserézek hárda. Ügyes vagy kicsim? Kicsim. Jó, tehát jó szintezés. Tényleg, és akkor elmondod nekünk, hogy Viktor, hogy mennyi a mondjad már, hackerek száma jelenleg SD2-ben? Mert ugye erről nem tudunk jelenleg semmit, de úgy kíváncsiságból, hogy ott azt mennyire írtották ki. Van még kerüvegem, 20, tehát egy napos, nincsenek. Kurva jó egyébként, hogy a team végre dolgozott. Köszönjük neki egyébként, így erőteljesen. De szerintem végre a sírásunk meghallgatta imáinkat. Fejlesztéseknél van a tűzrúna, Csabi? Tűzkőt találtam, szerintem ez egyéb. Tűzvöröskő, na mindegy, nem itt. Esélynövelés, nem. Az a baj, hogy ezt nem tudom, hogy hol találjuk, de egyéb. Sárkánytűzgyűrű. Adott a sárkánytűzgyűrű eladható. Cseh. Ha valaki tudja, hogy a tűzrúrát hol találjuk, az nem ártana. Fejlesztésnél nincs. Nem találkoztam fejletésre, beírtam, hogy tűz, mert lehet, hogy Nem, így nem találkoztam vele, fejlesztések anyagok, szellemköveknél sincs.
egyébnél, tűzvöröskő az megint nem az, és az esélynövelésnél megint nem az. Úgyhogy különleges tárgyak szerintem kellékek, abba sincs, és az egyéb be sincs, nagyon jó. Öltözékek, egyéb. Á, itt van, 500-ast írt itt a kolléga, 4 von az 500-as tűzruna, aura tűzruna, zárójelben 500, 4 von. 3 ilyen pak van kint, mind a 3 darab 4 vonosával. Úgyhogy 2 adok érte. Tudom, erre van eszembe, hogy kötőtűvel szurkáljam, a szemem arra nincs. Vagy hogy szembe fuss, hogy gyorsan. Jaja. Visszatérek közben. Kicsikém, kiviszed a hűtőbe? De, tudjad. Kicsim. Légy szíves. Pillanat. Itt vagyok. Nem baj. Akkor jó. Ne biogjál! De kurva jó kedved van non-stop. Na, szedjed össze azt a izét? De! 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 De. Kicsim, ha apa arra a golyókra rálép, én olyan hisztis leszek, hogy... Én meg olyan boldog. Hallod Csaba, az összes legóját kívánom, hogyha egyszer lesz gyereked oda az útba, meg a lépcsőre, meg mindenhova szarja ki. Nem veszek neki legót. Az összes mütyűrt, remélem egy gyerek, egy lányod lesz, és az összes barbis fésütő kezdve az úton landol. Minden megszólal, nem veszek neki ilyen szarokat. De akkor milyen nem játszik, mert... Veszek neki értelmes dolgokat. Nem ilyen szarokat. Milyen értelmes dolgot, tessék kislám, itt van a kölcsém, Metilre, sét. Akár, inkább add meg. Tehát aki, ha egyszer lesz ilyen történet, aki bemeri a házba az ilyen csörgő zenélő szarokat hozni, az csörgő zenélő szarra baszom ki együtt. Várjál Viktor, mit ír? A Pixel M9 M10-ig kell a szilléket kihúzni. Kihúzni. Hogy felmenjen gére. Tehát most nem értem, hogy miket kell kihúzni. Kicsikém, mi vagyok ilyen ágy? Igen. De jó szemtelenkedsz. Gyereknek Roblox az. Bár azt élvezni. Ennyi idő. Nézem. Áj. Kicsi, megmaszírozhatnád úgy Isten igazán a vállamat. Nem, igen. 4 perc, 32 másodperc. M7-nél jár az elvarázsolt vértezés, de nem akar még G lenni. G, akar. Hát majd meg lesz a G. Ne vinyogjál már, ha itt vagy az ölembe. Sikivel. Vinyogsz, mint a szopós malac, komolyan mondom.
Hallod, most ez mi? Rátettem a nyakadra izét az ujjamat, csak. Na jó, nincs dolgod? Nincs. Jó lenne, ha találnál. Nem. De. Nem. Nem. De. Hallod? Mi van veled? Semmi? Ragd már ki azt a kirakót, ami a kezedben van. Ez jó vas. Örülök, hogy lovas. Látom, nagyon szép lovad lesz belőle, ha lesz, de... De most komolyan, nem mennél le rólam? Nem, tényleg nem fogok. Na, légy szíves. Ugye nem fogok. Egyik lábomat el fogom venni. Szedi. Kicsim, nem. Köszi! Ez remélem feldobja a live-ot. Kicsim, légy szíves, ne vinyogjál már. Beszállok is szintén. Nem? Jó, örülök neki. Előbb. Kimondtam a varázslót, légy szíves, annál jobban. Basz. Kicsim, légy szíves, ne rám. Nop. A jajónak fájt egy kicsit, hogy neki behallatszódott, azt mondja. Mi szoda? Meg, hogy mennyire éri meg a Ruby Szeró. Figyelj, nem voltam a Ruby Szerón, úgyhogy fogalmam nincs, hogy mennyire éri meg. Kicsim, el fogod törni apa lábát. Ez jó lenne. Kurva jó lenne, tehát... Nincs. Hallottad? El fogod törni apa lábát. Az jó lenne. Egyébként akartam ezt tudni. Nem mehetünk, nem mehetünk. Mi van? Egy perc. Másfél. Akkor tör csak el. Most, hogy mondod, Csabi. De nem jó, mert akkor nem kapok 100%-os táppénzt, az úgy nem jó. Majd munkahelyen eltöröm. Tudok jobban. Tudok jobban. Bemegyek a kastélyba, páros lábban ráugrok a térdedre, az kész. Páros le? Hát az a baj, hogy a te 50 kilóttól lehet, hogy el is törne. Az van az a vascső, amivel át tudom ütni nézőjük. Mi, Csabi olyan vékony? Nem. Nem tudom, hogy mekkora most Csabi. Mekkora vagy Csabi? Nehogy levedd a szoknimat, mert hiszt is leszek. Igen. Tökéletes gömb. 200 kiló, 2 méter. 300 kiló, 3 méter. Na most olyan. Hát szerintem, nem vagy 2 méter magas, ne basszál már fel. Na, nem vagyok. 170, 180, valahogy így vagyok. 180. Hát akkor teljesen tükrassó vagy minden. Ha mi a 178 centiével? Tehát az igen. Nem alacsony. Tehát 2 centivel kisebb. 10 centivel nagyobb, mint én. Válva le tudsz szopni a gödörbe azt. Ezt már mondtam én is szerintem. Menjünk, haladjunk már. Menjünk. Kétszer tankol a légy, azt írja Viktor. Kicsim. Aszimmetrikus, 1 méter széles, 1 méter magas. Ugyan. Azért nyomják itt a bölcsességet. Kicsim, légy szíves! De ne ülj az ölembe, mert nem tudok én is kikapcsolódni. Jó. Gyere hát! Jövök hát, gyere már akkor! Haladjunk, mert Csabi türelmetlen. Lehetem, nem. Buta! Egész este. Micsoda? Buta! Hallott a Csabi buta? Ahogyan. Egy jobb megállni, mert légy! Mehetsz befele. Na, na mi az? Pekászú. Hal. Hal.
ingében vagyok 180, 65. Az igen, az hogy? Tessék enni normálisan. 180 centi, 65 kiló? Én is ilyen voltam egyébként, de hány éves vagy, Viktor? Akkor én mondom, hogy 165 centi és 80 kiló. Ha-ha-ha-ha-ha. Én is biztonsági őr vagyok, de... Figyelj, 29, akkor már még eltelik 10 év, azt akkor kapásból leszel majd 90 kiló, hidd el. Én is ilyesmi voltam, ez a tipikus 180 centi, meg voltam vasárgyestől összesen szerintem 65-70 kiló. Majd összejöttem Dórival, tehát egy jó asszony főzte, azért képes az férfit meghízlalni. ez tény egyébként. Tehát azért van a sok férfinek egyébként nagy kurva nagy hasa, nem azért, mert iszik, hanem azért, mert jól van a tartva. Persze, mert magára lusta főzni, de hogyha van főzve, az elég lenne. Persze, ez így van, ne ettől félek. Utána meg... Hozzá nekem vizet? Hozzá nekem vizet? Hozzá? Nem, én. Te hozzá nekem, úgy, hozzá, ügyesen. De egyébként tényleg ebben egyébként van valami, hogy... amit Csabi mondta, hogy az ember nem is az, hogy lusta magára főz, de lehet, hogy nem úgy főz, vagy jó neki a párizsi kenyérre. Igen, tehát eszik, de nem azt a tipikusan, hogy is mondjam neked, oda mennék repetázni. Magának nem fogod a húzni. Egy ember magának nem fog főzni. Persze, hogy nem. Most mi főzöl rántott húsból is 6 szeletet? Hát az 3 napig elég. Sosem felejtem, amikor Gyula lefőzött magának egy kondérbográzét, mondjad már, pörköltet, azt lett egy hétig. Volt olyan ismerősöm, aki tehát ő is egyedül lakott, az gondolt egyet, az főzött egy bográs babujást. De Gyula is ugyanezt, tehát hogy ő nem volt pár. Nem lefegyeszteni. Így van, Viktor, amit te mondasz, egyedül nem olyan jó ízű, de amit de figyelj csak, de tovább megyek. Lesz egy gyermeked, most nem tudom, hogy van-e, most mondjuk azt, hogy nincs, és ugye ott nem az van, hogy nem ülsz le enni. Ott akkor is eszel, amikor a gyerekkel enni kell. Köszönöm, kicsim. Érted? Mert a gyerek egyedül nem fog enni. A chipszezik, úgy is eszel belőle, ha csokit eszik, akkor úgy is hoz belőle. Köszönöm, nagyon jó volt. Remélem, nem a WC-ből merted ki. De. Nem. De bunkó. Nem is. Nem? Csapból engedted? Igen. Nagyon jó volt, köszönöm. Sima víz. 169 centi, 60 kiló tömörgyönyör az. Jó van, Vermi, írtam neked a izére, a kérdésedre. Mennyit ér szerinted egy zodiákus I plusz 9, 39 AK 12 jéggel? Szerintem ilyen 200... Igen, hagyjál már egy kicsit! Na! Összecsuktak már, baszogatnak. Tehát ráncigálja a gyerek. Nem, ráncigálja a kezemet a gyerek. Jó teszi. Nem teszi. Örülnek, nem a nyakadat ráncigálja. Meglasszolod, mint a malacuga. Reméljük, attól még így nem megy. Figyelj csak, én ablakba játszok, de így nekem például a 5-6 karis zodi kényelmesen lemegy. Tehát ugye nekem el van osztva a metin ugye 4 ablakba, és így látom is, meg tök jó. Amúgy visszatérve a Zodi ígyra, plusz 937 AK 12 jég, ilyen 250-300 von környékre satszolnám az I értékét. Több? Több az. Tehát figyelj, az enyém, figyelj csak, tehát 12 jéggel, akkor az én íjam mennyit érhetett? Tehát abban volt 18 jég, meg 38 AK, meg azt hiszem nem tudom, 8 ügy. Hát mit tudjam én, de szerintem az több. Akkor legyen több. Tehát ilyet ilyen 350-400 alatt nem veszel normális. Akkor legyen 3. De te is olcsón adtad el a tiédet. Hát én 350-be adtam el. 350-be adtad el? Igen.
Aztán egy kicsit lelépek, abba hagyom a live-ot szerintem. Úgyis vége ennek a csodának. Meg elmegyek, játszok egy kicsit a picivel. Csak mert pont van igaz... Csak mert Polin van igazából ott, nem veszek 200-ba egy... Nem veszik 200-ba egy ideje. Hát lehet, hogy magyaron érdemesebb eladni, mert magyaron azért kimegy, te mire kihúzod. Ez nem lesz meg, Csavi? Hát, necces lesz. Pedig nem tudok már mit elnyomni. Na, én kicsit lépek. Jó, oké, oké. Két sikeres kimentés. Grat, de meg lett 5%. 75 kill. Kicsit elfoglalt voltam. Jó van, majd utána toljuhatjuk mi is csak. Na mindjárt jövök. Jó van, oké, oké. Három láda. Egy tojás, igen. Kidobom ide izére. Azt mondja, hogy egy, kettő, három láda, ja. Kessék, drágám. Látom, ügyes van, hogy ügyesen kiraktad. Szarabb lett, mint a tegnapi, de amúgy elmegy egy nap. Jó, hát most őszintén. Ugye 7-7 megint. A tojás kirakod? Ki persze, azt intézem. Hát nem azért, hogy izé csak. De ahogy látom, Kali azt kirakta valami 25 millába. Igen. Elég ócsón. Elég ócsón tette ki, remélem hamar megveszik tőle, azt utána megviszi az enyémet is. Hát de jó, de hát ő is ütött valami 4-et tegnap. Na, 4 van kint a boltjába, tehát az. Ilyen jól esik egyébként a tojás. Hát most mi is kaptunk tegnap meg ma, tegnap is egyet, meg ma is egyet. De a Kali egyedül üti, nem? Bátya többé kerül leves, mint a hús. Hát, Silence írja, hogy... Micsoda? Na, ugye kérdezték az íjat, de leütöttek minket. Kik? Ava 19. Itt volt gömbbe. Engem nem bántott. Az is Kali. Igen? Bajnokatos, izé, szerencsétlen. Nem baj, de hát ugye ez blokkolás. Köszönjük szépen, hogy itt rész látod a videót, és ugye ez ugye pont szabálya ellenes. Gyere hát hozzá izét, padatkát, hagyjadjak oda a ládát. Jó, majd mindjárt visszak izé Karit, csak ugye próbál itt blokkolni, de hát viszek be piacmapra egy kicsit, jó? Ja. Addig az itt el van. Az ő ideje megy, én mindent kikapcsoltam úgy, hogy ennyi. Mit fogjuk a boltnál? Oké, oké. Hát még ide se érde megölt. Ez akkora egy szar. Hazam csak töltődik. Itt vagyok előtted. Beg a Karim neve. Köszöntöm. Nos.
Ja, képzeld el, kiment Hardon a Gebe 40-esre. Jó. Hát most, hogy úgy minden nélkül, mi az, erőt 89-et hátason. Úgyhogy nincsen semmi felpakolva. Vitet 79-et, ellenállást 71-et, meg intet 45-öt. Szerintem az kurva jó. Na nézzük. Na jó van. Beszélünk. Jó van, oké, oké. Ő. Halló, halló. Sziasztok, Liam. Jó, most rátok, ígértem a gyereknek ezt, aztán azt úgy, hogy... Jakab. Úgyhogy nekem le kell tegyem, mert ugye az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó. Úgyhogy sorry. Közben még Patrik írt itt valamit TikTokon, azt gyorsan olvasom. Na, az van, hogy forintban mennyiben mennek az ilyen kaliberű akuntok, mint a tiéd? Fogalmam sincs. Nem tudom megmondani. Tehát, hogyha most csak az Alkit meg a tört nézzük, most azt mondom neked, hogy mit tudom én, az Alki köröm kerül most, mit tudom én, 1500 vonba, meg csak a fegyom ilyen 1300-1500 von, akkor 3000 von, hogyha így kiszámolod. Most nem tudom, 300 forint a... És ez csak a cucc, a karakterhúzást nem nézzük. De őszintén ennyit senki nem fizet neki egy karakterért, úgyhogy fogalmam nincs. Most, hogyha 3000 vont vennél 300 forintba, az 900.000 forint, jól számolom. Tehát irreálisan sok szerintem ez az érték. Tehát most 1 millió forintot ki az, aki kifizetne? Senki. Senki. Így, ahogy mondják. Itt végén azt mondod, hogy fogod, eladsz mindent, eladod a monodat, és a karakterért önmagában üresen 10.000 forintot. Hát vagy 20-at. Attól függ, hogy mekkora, meg hogy tegyük fel. Jó, de most, hogyha most képes lennél letörni az Alkidat, csak hogy értsd. Nem. Érted? Meg tehát, nem is adnám el soha. Én sem adnám el, csak hogy értsd, hogy miről van itt szó, hogy ha már felkerül egy Alki, én értem, hogy valaki abba adja is letördeni, mert úgy, hogyha most abba akarnám olyan önszántamból úgy Isten igazán hagyni, se törném le a karakteremet, vagy az Alkimat, pont épp azért, mert ugye kevesebbet ér. Hát nem is az, hogy kevesebbet ér. Ott van a Next World-ön, ugye az akuntam. 273-as VP-sura, a mai napig minden egyes cucca megvan rajta. Mert mi van akkor, hogyha kapok egy agyfaszt, hogy na, én holnap ebből akarok játszani, akkor ott vár egy karakter, ami megmarad. Eszmai értéke is van, így van, mert hogy azért... Kicsim, ne vinyog már. Mert hogy megmondom őszintén, hogy mondjam neked. Azért csak benne van az időm, az emlékek. Tehát azért sokat lehet azért itt nevetni. Kicsim, engedd el egyszer a kezem. De ne ugassál már, légy szíves. Nem vagy te kutyús. De akkor léces menj arrébb, engem zavar. És azért is, komolyan mondom. Gyerek.
De hogyha vetlen szájba verném, akkor meg én vagyok a paraszt. Hát még jó, hogy gyereket nem ütünk. Jani, ne haragudj, kommunista rendszerbe te hányszor kaptál ki? Egyetlen egyszer, de annak jó oka volt. Na mit csináltál, arra kíváncsi vagyok. Ahogy tudom, minden cuccomat, amin volt. Az figyelmetlenség, egy figyel... Aztam az időt, és ott hagytam mindenemet, amit el lehetett képzelni. Tesi cucctól elkezdve mindenemet is ott hagytam buszmegállóba. És meglett végül, nem? Minden meglett. De kikaptál érte. De látod? De egyetlen egyszer életem. Jó, sokszor lecsesztek, de soha nem volt olyan, hogy... Én értem, de mit mondasz, Jani. De ez, pont épp ezért nem vernék el egy gyereket, mert valamit elhagyott. Mert még velem is előfordulhat, hogy elhagyom az igazolványomat, a szemémet, vagy bármit. Ezért az egyért... Én azokat a szuccokat előtte nap kaptam. Azt az igazákat. Hát meg ez mind beállítottság kérdéset. Igen. Mondjuk... Igazából olyan nagyon, hogy én se kaptam ki, mert azt nem mondhatom, mert ismertem olyat, akit azért rendesen kaptam a drag CEO. Nem, nálunk ez nem volt igaz. De ezért mondtam neked, hogy hogy is mondjam, tehát régen azért a kommunista rendszerben, tehát azért te is részese voltál, hogy is mondjam, visszapufáztál a tanárnak, elvert a tanár, te mint szódás a lovát, majd otthon nem merted elmondani, mert apától is kaptad az ívet. Most a mai világban azért ez nem így működik, most úgy működik, hogy beszólsz a tanárnak, és akkor bemegy tüntetni az apukád, anyukád az iskolába, vagy akárhova, hogy te mit mertél mondani a gyerekemnek, a kohóba hogyan lehet keresni kerüveggel, de fejlesztéseknél, szellemköveknél van. De azért itt megint csak látod, az van, hogy kicsim, légy szíves. De majd fogom. Akkor úgy mondom neked, Géza, hogy szerintem Vivi még túl pici ehhez. Igen, igen, tehát nem is bántanám, tehát eszembe nem jutna. De ez a büntetésszék sem válik be nálunk, az a baj. Tudod? Én rontok el valamit, mert engedékeny vagyok, de... meg nevetek rajta, de tudom, én baszom el, de hát most erre mit csináljak? Tudom, ne legyek ilyen engedékeny, de most őszintén. Jó, de most ilyen boci szemekkel nézni. Lenne, hogy ilyen játékos, majd később nem lesz az. Később lesz elég olyan iskolával, egyebekkel. Ne, ezt az imádkozást is most hagyhatod abba. Meg ezt a boci szemekkel való nézés, na húzzál! Nem fogok veled játszani, hogyha ezt csinálod. Na jó, ezt a vinyogást meg most abba hagyhatod, köszi. Nem vagyok kodva, jöhetsz. Köszi. Jó, figyelj, egy kod belefér, már utána 19 órakor meleg. Jó, ma srácok, mi vagy kotozni nem fogok tudni streamálni, úgyhogy sziasztok, bye-bye, majd szerintem vasárnap az Odit streamálni szeretném, vagy még nem is tudom, hogy mi lesz a cél. Mondjuk a Hidrát se akartam streamálni, de ez így jött össze, hogy legyetek jók, szobatiszták, stb. És hogyha véletlen a Twitch-en jártok, akkor ott is kövessetek be, nézzetek majd ott is. Na, hello, sziasztok! Ne vinyog, kicsim!